Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. Jó reggelt kívánunk 6 óra után, 10 perccel, szevasztok! Sziasztok, jó reggelt! Magunk se értjük, hogy mit keresünk itt pénteken, de annak örülünk, hogy nagyon jól kezdődik a hetünk, mert már véget is ér. Így van, tehát egy napos, alig lugsz bele a labdába, és már bent van a gólvonalon, és már sose rosszabbat. Egyébként tényleg nem olyan rossz. Jó reggelt mindenkinek, nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi van velünk, miért tűntünk el. Igen, nagyon-nagyon sok vagytok, nagyon szépen köszönjük, nem mondhatunk semmit. Veled mi történt, Feri, az elmúlt egy? Semmi az ég egyadt a világon, és most zene. Nem is értjük, mit kell, ezt már mondtuk. Nem. Szóval az van, hogy ez a nagy tavaszi szabadságolás, mi becsatlakoztunk hozzá, igen, de hát nekünk ennyi jutott. Hát egy picit sodrodunk az árral, ugye szoktuk mondani, alapvetően egyébként ez mondjuk három közül rám vonatkozik, mert hogy ugye iskoláskorú gyermekem van, tehát hogy nagyon nem is tudnánk elmenni sehova. Nagyon jól telt, köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon jól telt az elmúlt. Tehát, jól telt az elmúlt? Igen, köszönöm szépen még egyszer a kérdést, egy másfél hét, mert hogy bekaptunk egy vírusos torokgyulladást, hogy gyakorlatilag ha akartunk vagy tudtunk volna menni valahova, akkor sem mehetünk volna, mert gyakorlatilag otthon feküdt az egész család. Tényleg, ezt sokadjára hangsúlyozom, hogy minden nagyon imádjuk a gyerekeinket, de amikor van egy ilyen, hogy egyébként nem is tudsz elutazni, mert a gyerek iskolás, és akkor arra számolsz, hogy azért csak nyugi lesz egy picit otthon, a gyerek a iskolában van, nálam a másik az ugye az óvodában, és akkor erre így rákész. Így vasárnap este elkezd köhögni. Igen, és kincsem. Azonnal hagyd abba. Belement egy kis macskaszőr, ugye? Kis szőszment a torkodba. Ugye? Semmi ez extra, ugye nem? Így van, és ehhez gyakorlatilag így negyedórás, félórás, egyórás, kétórás intervallumokban egyre erősebb lesz. És aztán, amikor már az egész éjjel végig köhög egy gyerek, akkor már biztos vagy benne, hogy hétfőn, na ebből nem lesz már semmi, ebből nem lesz se kirándulás, se elutazás, de még csak iskola sem lesz, ebből nem lesz semmi, csak elmegyünk szépen a doktornénihez, és akkor megnézzük a torkunkat, és akkor a doktornéni mit mond, akkor 3 napig otthon marad a gyerek. Jó, ha 3 napig otthon marad a gyerek, akkor az 2 nap csak lesz, tehát lesz belőle mondjuk egy hosszú hét. És ha bár nem utazunk el sehova, mert ugye ez mégiscsak nem maradhat le a gyerek a tanulásban, akkor mit tudom, 1-2 napra elmegyünk itt kirándulgatni, talán szép idő is lesz, talán az eső sem fog annyira esni, egyébként nem is olyan eső, hogy rohagyom meg, tehát hogy ez még azért pakor rá, tudod, tehát akkor még el is mehetnénk. 18 fok volt hétfőn, amikor a gyereked otthon betegen feküdt, és te ápoltad. Nagyon jó, és akkor 3 nap után tényleg elmész, visszamész kontroll, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor maradjon még ezen a héten végig otthon, mert hogy nem javult semmit az állapota. Köszönjük szépen, gazdának, köszönjük szépen mindenkinek, aki kitalálta a vírusokat, ha volt ilyen. Gyerekek, ez egyébként, hogy a szülők már, ez most akkor egy ilyen bónusz téma nekünk, hogy mondtad, hogy azt tessék már megírni, hogy miért viszitek iskolába, meg óvodába a gyereket. A nálunk az óvodában most ez a piros pöttyös betegség van, az melyik? A nem himlő, hanem rubeola vagy. Hogy aha. Nem tudom, mindegy. Na, megyek valamelyik nap a gyerekért, ott ül a enyém mellett egy másik kis fiatal ember, akin látványosan rajta vannak a jelek, tehát izzó, vörösen izzó, vérben úszó szem, gyöngyöző nem gondol, lehet, hogy csak szeret óvodába járni, és az izgatottság. Várj, és 5 millió ilyen piros pötty, és akkor kérdezzük aput, hogy de figyelj, ne arra, hogy nem kellett volna, tehát hogy nem lett volna jobb, ha otthon marad. Nem tudjuk hova rakni. Na de oké, csak behozod, ezt én megértem. Igen. Megértem, csak az egész óvodát. Ugyanez van az iskolában. Most hadd védjen meg őket egy picit, tudod, tehát, hogy melyik újukba harapjanak szerencsétlenek. Tehát, hogy azért sok olyan munkáltató van sajnos, aki nem nagyon érti meg azt, hogy a gyerek beteg, mert azt mondja, hogy jó, persze, beteg a gyerek, de akkor döntsd el, hogy mit szeretnél dolgozni. Oké, csak a gyereket figyelj, akkor a gyereket sose fog meggyógyulni igazán, mert mindig visszaesik, ugyanis a legyengült szervezetével már, ha ő egyébként ki is jönne a bajból, visszakerül, akkor más meg fogja fertőzni, ugyanez van az influenzával is. A csoportnak, ahova visszakerül, bekerül, nem jó, mert megint mindenkit összefertőz, még rossz esetben te is megkapod egy ilyen újabb fertőzést. Szóval tudom, nem egyszerű. Tudom, nem hogy egyszerű, nagyon nehéz megoldani a dolgot, csak azon is így elgondolkozik az ember, hogy valami megoldásnak azért erre sok egyéni szociális problémából tevődik össze szerintem ez a problémakör. Így van, és ezt most te feszegessük. Igen, most hagyjon is. Na, de egyébként akkor hogy telt a hétvégét, hanem az elmúlt heted? A hétvégém is nagyon jól telt, de az elmúlt hetem is. Én tűzoltásra használtam ezt a 4 napot. Tehát ez pont ugyanaz volt,
ott nálunk is. Felhajtátok a kotyogot a sparhelyre. Igen, tehát hogy náluk is a panyesz iskolás, és nem tudtunk elmenni sehova. Azt egyébként akartam neked mondani, hogy most viszont márciusban mi jövünk a tavaszi szünetben. Tehát egyedül a Balázs fogja nyomni, mi ketten igen. pedig elmegyünk a gyerekeinkkel. Az jó lesz egyébként, ebből már kaphatunk egy kis ízelőtöt legutóbb, amikor kivonultunk a stúdióból, és akkor egy magára hajtuk. Tehát igen, kb. Arra lett majd számít. Fél, a hallgatók örültek neki, nekünk jó volt, az. Nagyon jó volt. Amit én imádtam, hogy én vihettem iskolába a gyerekemet. Az jó. És ez tényleg olyan jó élmény, mert én ott mindig találkozom a vezérigazgatónkkal, mert egy iskolába járunk, és mondom neki, hogy szervusz, Árpi, kérsz-e valamit a büféből. De mondom, hát ha beljebb vagyunk, tényleg egy iskolába járunk, és mindig meglepődünk. Szóval, hogy ugye mi nem tudjuk vinni a gyerekeinket reggel, én tudok érte délután menni, azt szeretem is, de ez a reggeli dolog, ezt én úgy szeretem mindig, hogy most van pár nap, és akkor én vittem így hétfőket, szerda, csütörtök, egyet nem, de valamelyiket igen, és hogy döbbenetes, hogy mi van reggel. Figyelj, amikor mi itt ülünk 6-tól, azok, akik egyébként autóznak és bennünket hallgatnak, ezt biztosan tudják, de nekem számomra megdöbbentő volt, hogy a suliban állunk úgy kell menni, ahonnan mondjuk mi jövünk, hogy van egy balos kanyar, és ott a szembe jövő három sávnak már ugye zöld a lámpa. Tehát tele zöldes a cucc, te beállsz a belső sávba, indexelsz, és ott az nem ad zöldet neked, tehát egyszerre vagytok. Van, aki a három sávból az egyik mondjuk elenged, ugye int, hogy tessék mennyire, te akkor szépen elkezdesz kanyarodni, és a legszélső sávban valamelyik reggel olyan anyázást kaptam, hogy te büdös paraszt, hogy te miért fordulsz be elém. Én így próbáltam mondani, hogy azért már a többiek elengednek, ha én nem fordulok be, akkor állni fog az egész út. És ráadásul... Nem, reggel nincs nagyon energia szerintem annak, aki elkezd anyázni, hogy végighallgassa egy kis definíciódat. Ja, arra nincs. Figyeljetek, hát olyan gyűlölet halmaz volt ott, hogy azt addig bírtam fel. Még nem neked szólt, hanem a hétfőnek. Hétfőn volt? Nem, szerdán. Akkor a szerdán. Köszönöm szépen. Szólhatott volna ennek is, meg annak is, vagy amannak is, de tényleg olyan furi volt, hogy a reggeli készülődésből, vagy a reggeli ilyen tumultusból mi mindig kimaradunk, mert már itt ülünk. Úgy fél hatkor, amikor én jövök. Nem mondom, hogy annyira bánom. Én se bánom a dolgot. Főleg nálunk mondjuk a parkolóhelyek tekintetében szoktak lenni ilyen kis problémák, mert hogy ugye mindenki autóval viszi be a gyereket az iskolába, és van, aki nagyon betyárosan oldja meg a dolgot, mert egyszerűen leállítja az út közepén. Persze, a jeppet. Simán. Simán, és mert úgyis azt mondja, hogy csak beszaladok a gyerekkel, az körülbelül 8 perc lesz, mert még beszélsz három mondatot a tanárnénivel, hogy de mi ha már itt van Kovács apuka, akkor vele is, igen, kérül, meg akkor vigyünk egy kávé, és akkor ott áll 8 percig a kocsi. Ez van ugyanez ilyen. Nálunk is, van ugyanez. És na szóval, hogy mi általában ugye itt vagyunk már, tehát így nagyon nincs ilyen reggeli élményünk, de bámulatos, hogy ezt a fővárosi emberek ezt hogy bírják. Ilyenkor mindig megfogalmazódik, mert én vidéken akarok élni. Igen, hogy milyen jó volt. Milyen jó volt. Gyorsan. Nem is mondjuk én egyedül jártam, ugye már elsőben anyám egyszer megmutatta, hogy hol az iskola, és azt mondta, hogy na gyerekem, akkor mától ide jársz, és tényleg oda jártál, szépen lassan gyalog elmentél a dologba, de hogy ami itt ha van... Ha meg csak télen jártatok iskolában, persze. Akkor nem volt a földeken munka. Hogy a fenében? Télen is csak ritkán, mert akkor meg ugye disznóvágás. Így van, de volt, hogy télen is egyébként szedtetek krumplit, csak akkor dinamitta. Jó, disznóvágások voltak, úgyhogy akkor se. Szóval így volt, ez volt a legszebb dolog benne, és egyébként meg ilyen mindenféle melókat kellett megcsinálni. Meg figyelj, láttam, hogy mi a összehoztál egy kis Margit-szigeti futókört. Á, figyelj, olyan édesek voltam. Mi a következő? Ja, megszereted a várakat? Nem, azt nem veszem ki a kezedből, és ezt is csak járni. Rövid ideig fogom csinálni. Nem, elkezdődött a felkészülési időszak, ugye én már készülgetek, és akkor kitaláltuk, hogy jöjjenek, akik akarnak. Mi? Nagyon komoly, aki esetleg nem látta, az látogasson a Rákóczi Ferenc Facebook oldal, ezt nézve, egy 40 emberrel elment futni a hétvégén Margit-szigeten. Nem is hétvégén, mikor voltunk? Szerdán. Ja, hosszú hétvégén, Szerdán nagyon aranyosak voltak, akik jöttek, nagyon kedves fiúk és lányok egyaránt, voltak, akik Kecskemétről jöttek csak ezért, hogy fussunk egy kört. A fiúk is rémlenek. Hogy ne, én emlékszem mindenkire személy szerint, és két hét múlva lesz még egy, de akkor már kettő kört kell futni. Nagyon tehát, korrekt. Ja, így fölkészülök erre a kis fél maratonra, hogy április végén ezt lefussam majd, utána elengedem az egészet, visszahízok, ismételten 150 kilóra dohányozni fogok és inni, hogy visszakapjatok. Jó, hogy ezt is valaki tudja nagyon csinálni. Nagyon jó, akkor végre megint lesz alapja majd a sztereotípóinak.
Ugye? De nem kell. Nem kell erről leszokni, erről a dologról. Úgyhogy ezek voltak az ég egyadt a világon, velem más semmi nem történt. Én voltam egy kicsit tüntetni. Az elmúlt időszakban volt ugye az állatkínzók ellen egy demonstráció. Hát tüntetésnek azért nem nevezzük, mert szerintem inkább ez egy ilyen kis tehát ahogy mondtam is, egy demonstráció volt, mert nagyon békés volt, meg mindenféle politikától, meg mindenféle fajtól, meg felekezettől független, egyszerűen tényleg csak arról szólt, hogyha már van egy állatvédelmi törvényünk, akkor azt tartassuk már be, és hogyha valaki mondjuk nagyon csúnyán bánik az állatokkal, amik ugye a környezetében élnek, akkor ez ne kapjon már felfüggesztett börtönbüntetést, rengetegen voltunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt látni azt, hogy azért nagyon sok ember számára nagyon fontos ez a történet. Ugyanakkor természetesen azért nem győzem eleget hangsúlyozni azt, hogy itt azért van a dolognak egy másik oldala is, ez pedig a felelős állattartás. Tehát, hogy amikor felelősen oda vitték a kutyáit. Na, hát az elég nagy butaság volt, mert gyakorlatilag a szervezők nem volt olyan felület, ahol nem hangsúlyozták volna ki, hogy ne vigyen ki senki állatokat, volt, aki kivitte. Hát, na jó, hát mit csináljunk. Mit csináljunk. Ezt egyébként érdekes módon mi is hangsúlyoztuk, nyilván nem hallgat bennünket mindenki, nagyon sokan vagytok, ezt köszönjük szépen, de ugye én is pont elmondtam, aki nem ment erre a demonstrációra, de maximálisan egyetértek vele, hogy oda ne vidd oda, hogy mert egy csomó ember lesz, tehát te oda te volt írva, ne vidd ki. Igen. Se a macskádat, igen, se a kutyádat, mert semmi keresni valójuk nincsen. Van olyan akkor állatok, akik rosszul viselik egyébként a tömegnyomort, meg egyáltalán nem kellett oda vinni, és kész. Jó lenne, hogyha mondjuk pontról pontra az emberek így betartanak, még a kedves állatbarát kollégák is. Ha már van egy ilyen kis kitétel, meg egy ilyen kérés a szervezők részéről, akkor ezt ők is betartanak. És elérte a célját a demonstráció? Hát, hogy átvették, tudjuk. Kövér Lászlónak valamelyik megbízottja, úgymond átvette ezt a jegyzéket, és hát reméljük, hogy alakulnak ezek a dolgok mondjuk olyan pozitív irányba is, de ugyanakkor mondom még egyszer oldom, hogy van egy ilyen felelős kutyatartás szegmens és a dolognak, hogy akkor is azért büntetni kell, azt gondolom, amikor, simán, persze, amikor mondjuk a gazdinak a felelőtlensége okán valamiféle baj történik. Tehát akkor is kell. Kell büntetés. Akkor is kell vice versa. Ja. Tehát, hogy ez egyik oldalon is vannak kötelezettségek, meg a másik oldalon is vannak kötelezettségek. Azt ennyi. Így van, de jó volt, sokan voltak. Jó volt, sokan voltak, így van. Ez a lényeg. Voltak celebritások is, én akire emlékszem, az Tóth Gabi. Azt hiszem, mert voltak celebritások is. Tóth Vera, Pirner Alma, és hát csak a legfontosabbakat. Miké, jó énekesnő, és még egy, aki nem énekel, de másban nagyon. Én hiányoltam egyébként egy-két ilyen úgymond nagyon komoly kutyást, macskást, akárkit az ismertebb emberek közül, de hát mindegy, akik eljöttek, azok nagyon jól tették, hogy eljöttek. Másképp álltak az ügy mellé. Uh-huh. Ők például ezzel nem tudta hova tenni a kutyáját, és azért nem ment el, tudod? Aha. Hogy nehogy ott rosszul érezze magát a kutya. Meg egyetlen képes magazinba se készítettek két oldalas. Hát az meg a másik. Hogy nem lehetett vele szerepelni. Megindult az SMS-ek, nagyon örülünk neki, mert megmondjuk őszintén még egyszer, kicsit izgultunk, hogy a mai pénteket valaki így bekapcsolja a rádiót még, vagy azt mondja, hogy majd holnap csatlakozik, vagy hétfőn csatlakozik. Szeretlek, Kamil Kék. Aha, mi is nagyon szeretünk, viszont. De, hát nem tudjuk, mert mi nem vagyunk Kamilok. Ez egy SMS, nem tudtam még megfejteni. Na végre valaki már majdnem áttekettem a Music FM-re, írja Kazi. Sziasztok, aki ma nyeri a játékot, az nyeri a hetet is. Tehát én, írja Marcika, és tényleg ez egy egynapos történet, úgyhogy aki ezt ma viszi az összeset, illetve még egyszer erre a betegséges témára egy SMS. Mi egyszer vittük lázasan, mert a feleségem babát szült, én pedig dolgoztam. Abszolút érthető a dolog, ugye azt kezdtük el feszegetni, hogy miért viszik el a szülők a gyereket iskolába vagy óvodába. Így van, és nagyon szépen köszönöm a kérdést, többször vissza fogunk rá térni még a mai nap. Tart még mindig az Európai Fája 2016 szavazás. Február 29-éig lehet szavazni, egyébként Bátaszék, Molyhos Tölgyéről van szó, nagyon jól állunk a szavazásban. Nagyon-nagyon jól állunk, most az egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy hogy állunk, azt tudom, hogy jól állunk, meg nagyon bízom bennem, mert hogy most már az utolsó hét az titkos, tehát nem látjuk a szavazatokat. Aki még nem tette meg, az mindenképpen írja be, legyen kedves a keresőjébe, hogy az Európai Évfáj a szavazás, vagy pedig menjen fel a mi Facebook oldalunkra, ott is talál egy linket, ahonnan közvetlenül átmehet arra az oldalra, ahol leadhatja a szavazatát. Egy érvényes
e-mail cím kell hozzá, és semmi más, meg kapsz majd a, egy ilyen visszaigazoló e-mailt az IVA címedre, és akkor rákattintasz, és onnantól kezdve leadtad a szavazatodat. Tök jó lenne, nem? Nyerje már meg ez a kis molyhostor. Hajrá, húzzatok bele, ne felejtjétek el, még Sebestyén Balázs maga is az ügy mellé állt, mondjuk egy fél megszólalásban előtte rugdosta egy kicsit, de az már nem érdekes, de az utolsóban, és egy picit most rá is fogunk emlékezni, mert hogy már hogy nincs semmi baja, tehát jövő héten már nem jól érzi magát, valószínűleg Nambarnét ottan érkezik majd vissza. Koktéloktól. Igen, mondjuk rá jellemző, hogy túl alussza magát egy kicsit, ahogy szokták mondani, tehát hogy egy picit árt neki a pihenés, de reméljük, hogy majd inkább frissít rajta. Na de most itt lesz a hangja egy rövid ideig, mert ugye ilyenkor mindig szoktunk adni egy rövid ismétlést a tegnapi adásból, nincs tegnapi, pénteki viszont annál inkább az Újpest focistáját, Kabát Pétert hívtuk föl, mert hogy megtámadták az ő számítógépét, leblokkolták a szexképeit, nem szexképeit, bocsánat, a képeit, tehát csak a képeit itt simán, és egy bizonyos összeg befizetése mellett kapta ezt vissza. Ez egy valós veszély, most nagyon sokan próbálkoznak ezzel pénzt keresni, és nagyon sokan próbálják ezt elkerülni. Úgyhogy talán lesz egy pár jó tanács is majd a kis ismétlésben. És lehet, hogy rosszul artikuláltam, molyhos tölgy, nem molyhos hölgy. Jelentős különbség van a kettő között. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Most érted, ez a pénteki adás legjobb, és már megint péntek van. Jaj, de jó. Igen, és milyen jó volt hallani Balázs hangját. Jó volt, mint hogy mondjuk teniszről beszélt volna. Köszönjük szépen. Valaki de ha kérdezi, hogy fog erről beszélni. Persze, hát akkor majd visszakerülünk megint oda, ahova vagyunk. Sokak szerint sziasztok, mazoisták vagytok, hogy bementek pénteken egy napra? Nem, mi vagyunk a mazoisták, a programigazgató szadista. Tehát, na ez a megfelelés. Szép reggelt, egész héten jelentkeztem játékra, és nem tudtam elképzelni, miért nem veszitek fel, mire kiderült, hogy Szabin vagytok, de ma nem úsztok meg. Lehet jelentkezni, mindjárt jövünk ugye az egyhetes eldöntő egynapos fekete-fehér, igen, nemmel. Ákos hírei után most pontosan fél hét van. FM-en. 10 perc múlva lesz 7 óra, egy vadonatúj dal, a csávó pontosan ugyanolyan, mint az elmúlt 50 évben, mint Steven Tyler. Köszönhetően a sebészeknek valószínűleg. Már nem külsőre gondoltam. Ja, egyébként meg igen. Megvannak hangmintek, el vannak mentve, gondolom azok a beállítások, amikkel lehet mindig reprodukálni egy igazi Steven Tyler számot. De tök jó, persze, meg persze. Nyilván ettől ismered föl. Hát meg a 70-es évek óta nyomják, tehát hogy azért az nem kis teljesítmény. Szóló albumot adott ki a fiatal ember, és akkor erről volt ez a kis dal, amely bekerült ide hozzánk. Ne, óriási. Nagyon nagy, de mondom, tehát minden egyes rezdülése ugyanolyan, mint 1981-ben. Egyébként szerintem ez minősít leginkább egy előadót, hogy bármikor, bárhol meghallasz belőle két hangot, és rögtön tudod, hogy kiről van szó. Steven Tyler is ilyen, zseniális. Jó, örülünk neki. Zseniális néni. Hát, ha néz, ha így ránézel elsőre, akkor akár az is lehetne. Egy rocker néni, annak is van jövője. De legalább rockos dal. Úgyhogy ennek már önmagában tudunk örülni. Jöhetnek a közlekedési információk, mert így viszonylag csendes ebből a szempontból az SMS falunk. Így van. Nagyon nem sajnálom én se, az örvendező SMS-eknek is örülünk. Nagyon sokan jelentkeztetek a játékra. Addig örüljetek, amíg vagyunk. És van, aki már kérdez, mert 9 órától lesz ma a kérdezfelelek rovatunk. Igen. Nyugodtan írhatok a Balázsnak is kérdéseket, csak ő nem fog rá válaszolni, mert hogy jövő héten csütörtökön lesz újra. De eltesszük, és akkor majd jövő hét pénteken. Vagy válaszolunk rá, őszintén. Jövő hét pénteken majd elmondhatja ezt. Egy pici összefoglaló az elmúlt hetek történéséről, már a fekete-fehér igen nemben. A múlt hetet elvesztettük 3-2-re, nem volt az nagyon csúnya, és így az éves állás az 5 nyerthetünk van, és 1 vesztethetünk. Ezt most nem tudom, hogy beleszámoljuk-e majd, vagy nem. Hát, számoljuk bele. Jó, számoljuk bele. Úgyhogy akkor jön a hét legfontosabb játéka, az az egy darab, amin eldől minden. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondold meg a választ. Kazi SMS-e, Fási Ádámot is meg lehet ismerni bármikor. Igen. Kazi, zseni vagy, igazod van. Zábor Krisztiánt is. Így van, tehát tényleg csak a legnagyobb. Gáspár Győzőt is. Igen, jogos. Jó reggelt, Krisztián, szia. Sziasztok, bocsánat, jó reggelt. Krisztián. Még itt egy mondatot ezen az SMS-en el kellett beszélni, mert annyira jó volt. Mohácsról hívsz bennünket, és targoncás vagy. Így van, így van. Szóval a targoncásnak lenni, az szerintem örgős. nagyon örgős. Sok, igen, de nagyon sok hapsi álma, vagy legalábbis így gyerekkorban. Szerintem az mindenki, mert aki egyszer látott targoncát, irgalmatlan, gyorsan mentek vele. Figyelj, az, amiket... Én még nem találkoztam csajjal, aki targoncás szeretett volna. De én sem. Megmondom nektek az igazat, én sem láttam. Nekem van egy targoncás ismerősöm, aki Jány, és nagyon imádja a munkáját, és pont ezt tetszett meg neki, hogy ilyen irgalmatlan, gyorsan mész jobbra-balra, az igazi profik beállnak a legkisebb helyre. Vagány. Emeled, döntött, fölteszed. Nagyon olyan nővel találkoztam már, aki targoncásé akart lenni, de hogy olyan, és a raktárban meg is kapta. Ja, és meg is kapta magáé a hűtvetárolt élelmiszer között. Na jó. Én szerencsére nem raktárban dolgozom, hanem kint udvaros targoncás vagyok. Az kemény, kemény. Az a hierarchián az magasabb, mint a raktáros tart? Tehát ki a menőbb? A raktáros vagy a... Csak a plató magas. Általában a raktáros az egy menőbb. Aha. Uh-huh. A raktáros, mert nem baj, de te megszereted az udvarit. Szeretem, meg szeretném megnyerni tőletek a hetet. Kérlek, szépen rajzod, Júli, kit választasz? Hát természetesen János. Jaj, de arra is, hogy köszönöm szépen. Egyértelmű. Na, akkor kezdjetek is bele. 3-2-1 rajta. Készültél kérdésekkel? Szia, Krisztián! És te? Hát a Szabival voltam elfoglalva. Hallottad, hogy hogy telt? Ki az a Szabi? Ki az a Szabi? Ne arra úgy. A szabadsággal, Szabi? A szabadsággal. Hagyjuk a szóviceket. Fél tízre. Fél tíz? Aha, fél tíz kb. Na, szóval most annyi van? Azt mondja, hogy most 6 óra 55 van. Játszottunk már korábban egymással? Szereted a sütiket játszani? Nagyon rám nyomultál. Szereted, vagy nem szereted? Vagy a vállalkot szereted? Vége. Szereted, de vagy nem szereted? Nem szereted. Hát Krisztián, figyelj, olyan offenzívát indítottál el, értettem a dolgot, ezt a nagyon erőszakos rányomulót, hogy bele fogod kényszeríteni Janit, de annyira bele akartad, hogy te magad mondtad ki. Nagyon, de nagyon nékem estél. Hát, sajnos ez. Nem volt rossz játék. Nem volt rossz játék egyébként. Sajnos rossz volt. Na jó, egyébként tényleg az volt. Most mit tagadjuk, érted? Most szépíthetnénk a dolgot, de nem tesszük meg. Krisztián, nincs ajándék, plusz a hallgatóink mintegy 90%-a most azt fogja kántálni nagyon hosszú ideig, hogy Krisztián miatt buktuk ezt a hetet. És igazuk van. Hát dehogy nem, ez az egy játék volt ezen a héten, és ezt elbuktad. Ezt még behozzák, de fogják hozni a hallgatók mindenki. Holnap. Krisztián, örülünk, hogy hallottunk, vigyázz magadra. Én örültem. Szia, szép napot, jó hétvégét. Na hát akkor ez ugye a miénk, ez a pont, ez a hét, és akkor ezzel 6-1 a hetes állás, hogyha valakit ez így nagyon izgatott volna. 4 perc múlva lesz 7 óra, írjatok nyugodtan közlekedési információkat az utakról, és a hírek után jövünk vissza. 4 perc múlva lesz 7 óra. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni! Hangerőt feltekerni! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred! Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 5 perc múlva 1-1-8, hát szevasztok! Hát szevasztok, de hiányoztatok! Itt, és már mindjárt végés a hírnek. Hogy mi is. Hogyha van esetleg kérdésetek, mert ugye majd azt mondja, hogy 9 óra után lesz nekünk egy kérdezfelelek rovatunk, és ez mindig elég későn szoktuk elkezdeni szakmai szóval hukkolni. Azt és ezért így van, és mindig az utolsó pillanatban esnek be az egyébként jó kérdések, hogy nyugodtan írjátok meg nekünk a 0676 45 000-ra azt, hogy mire vagytok kíváncsiak. Jó, hogy tudjunk majd ráválaszolni 9-kor. Voltál benne a Titusznál, hogy ugye húk meg ilyenek jönnek? Hát igen. A és tőle azért lehet tanulni szakmai alapokon. De egészen eredeti szempontokat például, hogy minek jöjjél be. Hogy húz föl a péntek. Ja, azért tudod miért? Ezt elmondom. Még egyszer köszi. Tehát 4 nap szünet, azért jössz be pénteken, hogy ilyenkor azt a hiányt, ami már csillapodni látszik, azt megint fölhúzd, hogy várják a hét.
hétfőt a hallgatók, ja, érted? Mert ha most ma nem jövünk, akkor így teljesen lecsendesedik az igényánk, teljesen, és akkor hétfőn így értetlenül fognak állni, hogy ez mit keresett ez a két izép hülye. Ha. Érted? De most így pénteken beraktuk magunkat, egy kicsit itt vagyunk, most megint föllő az égig, és hétfőre azt mondjuk, ez de jó, hogy visszajött. Aha, majd küldök neki egy e-mailt, hogy ezt hallgassa már vissza, mert most nyilván még alszik. Trafipax M85-ös autóút Bezi felüljáró Csorna felé mérnek. Tom, Trafi János Somorja és Bősárkány között, ezt pedig Peti írta, és semmi más közlekedésünk egyelőre nincsen. A bármi történik, azt lehet írni. Viszont a gyakorlatilag 1 óra 10 perce megyünk, és a megvan a nap legaktívabb hallgatója. Igen, ki ő? Kazi. Kazi, köszönjük szépen. És ráadásul jó is. Ebbe a számba nem nagyon izzad bele a basszus gitáros. Nem tudom, magyarul írta az elég. Ja, a Lenny Kravitzre írja? Igen, éppen csinálgattam a kávémat, aztán értelem meghallottam a Lenny Kravitzet. Gondoltam, hogy na, jó van, végre visszatértünk a régi kerékvágás. Úgy látszik, hogy a Steven Tyler az csak egy kis etetés volt. Úgyhogy nem baj, meghallgathatunk 458-szor ezt a jó kis Lenny Kravitz számot. Annyiban kiegészítenek a közlekedési hírekkel kapcsolatban, hogy van egy nagyon fontos hír, ami a győrieket fogja elsősorban érinteni, és nagyon szépen köszönjük Péternek az információt, azt mondja, hogy közmű és útfelújítás miatt lezárják a forgalom elől Győrben, tehát a Szövetség utat fél évre. A forgalmat a Damjanics utcán át terelik, a 11-es buszjáratok pedig az Zemplén utca felől kerülhetnek, tehát akik Győrbe tartanak, és azon a környéken járnak, vagy győriek, azok szerintem mindenképpen, hogyha jó, hogyha az eszükbe vésik ezt a dolgot, mert fél éven keresztül a Szövetség utca le lesz zárva. Tehát, ha most te Nyíregyházán vagy, és nem tervezed, hogy mész Győrbe az elkövetkező fél évben, jó tudni róla, akkor is így van. Én még nem láttam a piramisokat, de elég sokat tudok róluk. Na, ugye jegyezd meg, mert hát, ha egyszer arra mész, vagy Zalaegerszeg, illetve Békés Csaba még ezek lehetnek. Sziasztok, örülök, hogy vagytok. Mi történt? Ha nem beszélhettek róla, mondjátok. Ricsi írta. Ricsi. Ne. Figyelj, Ricsi. Szabin voltunk. Ja, tényleg. Tehát ez ég egy adta a világon semmi. Szabadságon voltunk. Van, akinek ez egy kicsit hosszabb. Ő jövő héten csütörtökön jön. Mi addig vagyunk, kitartunk hétfőket szerdán. Tehát nincs. Ez egy egyszerű, nagyon egyszerű szabadság volt. Jó? Na, remélem, hogy sikerült téged is megnyugtatni. Ja, ezt mondja, megnézzük az adást, mert megvagyunk. Egy nagyon jó 7 pontos lista áll a rendelkezésünkre azzal kapcsolatosan, aminek most már hát gyakorlatilag azon kollégáim is, akik kerülték az ezenfajta mókákat, részesei lettek, mert hogy ugye ezt beszámoltunk nektek róla. Csapatépítő tréningen voltunk. Bizonyám, nem sok ilyen zajlott egyébként az elmúlt 6 évben, ezért is nagyon örültünk neki, és ennek a csapatépítő tréningnek az apropója egy disznóvágás volt, vagy úgy is lehetne mondani, hogy egy disznóvágás volt a csapatépítő tréningnek az apropója, vagy az egyik vagy a másik. Mindegy, de hogy volt disznóvágás, az egészen biztos. Ráadásul ez egyfajta ilyen hagyományos disznóvágás volt, mindenféle ilyen kéziperzselővel, meg szalmába forgatással, meg tolvahempergéssel, meg szurokba mártással, meg mindennel, ami ilyenkor lenni szokott, és hát az interneten találtunk egy nagyon érdekes kis ilyen 7 pontos összeállítást arról, hogy milyen balesetek érhetik az embert akkor, hogy egy ilyen disznóvágásra megy, és én mondjuk viszonylag ritkán tartózkodom ilyen eseményen az utóbbi 14 évben, de Feri annál többet. Meg gyerekkorodban szerintem te is voltál. Voltam, olyannyira, hogy nálunk volt még a garázs lejáróban is disznóvágás, mert hogy egy időben az édesapám előszeretettel tartott a garázsajtónk és a Moszkvicsunk első lökhárítója között disznót a garázsban. Pont elfért. Semmi más apropója nem volt a dolognak. Egy, hogy mindig legyen házi. Kettő, mert elfért. Igen, és hogy a Moszkvics, ha véletlenül túlgurult volna, akkor túlára ütközze. Így van, nehogy valami baj legyen annak a gyönyörű szép autónak. Az úgy volt, hogy tehát csak hosszába fért el a sertés, vagy azért megbírt fordulni? Tehát akkor volt a garázsotok, vagy a Moszkvics hátulja kilógott? Volt, hogy akkorát vett, hogy nem tudott megfordulni. Nem volt EU kompatibilis a tartás. Így van, hát de akkor még ez nem is volt fontos. Egyébként meg az ilyen böllérfesztiválok, disznóvágások, azok egymásba lógnak most már. Nem csak azoknál, akik ezt egyébként a háztáiban otthon végzik, tehát saját felhasználásra, hanem hogy az úri közönségnek, a nagyvárosi népnek is megmutassák azt, hogy milyen a hagyományos klasszikus disznóvágás. Egyre több ilyen fesztivált rendeznek. Én tudok olyanról például, ami nyárba lesz majd megrendezve, azt így nem nagyon értem, de már én kaptam. Akkor nem fognak nagyszerű... már a disznók? Hát nem tudom. Mert hogy izzadnak? Igen, én kaptam egy nagyszerű felkérést,
egy nyárira júniusban. A mindegy, a lényeg az, hogy augusztus 20-i disznóvágás, az lényeg, hogy egyik a másikba ölti már saját magát, és lehet menni folyamatosan. Mettől meddig tart hivatalosan a szezon? Hát hivatalosan az ugye téli móka mindig, ez azért van így, mert a fagyasztást annak idején nem tudták megoldani, tehát füstöléssel meg júniusban eltenni a kocsonyát. Hát az nagyon nehéz, hiába tetted volna a lépcső. Kocsonya készen, még der, mert talán szeptemberre jó. Addig meg megesszük levesnek. Szóval összeszedtek 7 ilyen okot, hogy mire érdemes odafigyelni, ha disznóvágásra készülünk. A legtöbbje az egyébként adja magát, hogy mindig legyen velünk egy tapasztalt böllér, ez valóban nem rossz, mert én már voltam olyan disznóvágáson, ahol úgy éreztük mi, hogy már értünk hozzá. Tehát ha voltál 10-15 disznóvágáson, akkor a nyelével szúrt a mester? Is, a nyelével, és utána pedig a bontásnál úgy kezdődött, hogy középen ketté. Esküszöm, középen ketté vágta a disznót, arra hivatkozott, szerencsére a belső része kivétel az megtörtént, de utána középen vágta ketté, nem hosszában, hanem keresztbe a disznót, mondván, hogy úgy tudjuk bevinni a konyhába. Igen, hogy könnyebben elfér a kis poszkiba. És mondtuk, hogy szerintünk ezt szét kéne szedni ideként, és akkor majd utána beviszed. Ne becsüljük alá az állat erejét, számítsunk rá, hogy védekezni fog. Ez is egy nagyon jó tanács, gyerek. Tényleg nagyon jó tanács. Használjunk kábítóeszköz, de csak böllér felügyelete mellett, és ilyenek vannak. Én a kábítóeszköz alatt mit értenek? Kétféle van, illetve most már csak egy, az elektromos. Most már azt használja mindenki. Régen volt az a bizonyos, hát elég csúnyán hangzik, szögbelövős történet. Jézusom. Ez egy ilyen 20-30... Ez az ipari szögbelövő? Vagy pedig ez kifejezetten erre? Ez kifejezetten erre. Tehát nem arra volt, hogy belelőtték a szöget és benne is maradt. És végső megoldásnak ott volt a szívlapát. De az már csak annak a disznak, aki el akart futni. Ez olyan volt, hogy bement a szög és vissza is jött. Itt ennek az volt a nagyon komoly hátulütője, ha a böllér fordítva fogta meg és a saját kezébe küldte be. Mert a fáma szerint ez is megtörtént. Jézus. Ez is megtörtént. A 7 pontból, ha valaki ezt egyébként a neten megtalálja, akkor a legfontosabb az az, hogy ne ígyunk túl sok alkoholt, és figyeljünk társaikra. De van disznóvágás piálás nincs, nélkül? Nincs, nem? Nincs. Figyelj, itt van részeg embert, ne engedjünk veszélyes eszközök közelébe. Én legutóbb a Kevi Böllér Fesztiválon láttam ilyet, aki enyhén ittas állapotban az elektromos dalálóba balkézzel tömte bele a cuccot. A jobbal pedig a jobb kezével de már... De gondolom nem lánckesztyűbe. Semmi, nem volt rajta semmi. A jobb kezével már a kolléga által felkínált pálinkás pohárat fogta, és arra is nézett. Tehát, hogy még az sem volt, hogy egy kicsit figyeld a bal kezedet, hogy nehogy belenyúljál, nem? Ő már a jobb kézzel a pálinkás pohár felé ment. És én oldalsó középtartásban a Kevi Jézus. Igen, a Kevi Jézus. Tehát ballal töltesz, jobbal is, jobban várod, hogy neked töltsenek, és közben nézed, hogy a pálinka ki ne folyjon, mert azért mégiscsak az figyelj, az érték. Miért van nekem az az érzés, amik szerintem nem vagyok én az egyetlen ebben a témában, hogy a disznóvágás az csak egy újabb ér vagy ürügy arra, hogy ígyunk. Nem igaz, ezt így meg tudom cáfolni, mert ahhoz... Valamikor esznek is. Igen, de meg ahhoz nem kell érv, hogy így áll. Tudod, tehát, hogy ezt szólni lehet a haveroknak. A magyar embernek nem kell. Van foci meccs, ott tudod igen. A nézés közben inni. Vannak van névnap, a névnapok, születésnap. Névnak születésnap, azt mindig meg lehet. A közelgő inni. Névnap is születésnap. Így van, ott a péntek, ami alkalmas az ívásra, a szombat, mert akkor már odaértél a péntekből. A bánat az öröm. Ez a kettő mindig velünk van. És mi gyerekszületés. Egy gyerekáldás. Azaz, házasság. A szomszéd gyerekáldása. Na, tehát, hogy nem igazából azért nem kell disznót ölni, hogy így áll. Tehát az ivászat az anélkül is megvan, hogy megölnél egy jószágot. A jószág ez egy nagyon fontos dolog, az élelmezés, az életet adás maga. Nem akarok ilyen mélyen beleásni ebbe a történetbe, de hogy abban tényleg az van, hogy a család egész évi élelmiszer alapját teremtetted meg annak idején a disznóvágással, és ezt meg kellett ünnepelni azzal, hogy itt áll is. Rendes disznóvágásban délután 4 órakor szerintem nincs józan férfi. Uh-huh. Aki és ezért kezdik korán. Hazudik. Tehát, hogy valójában az, hogy nagyon korán elkezdik a disznóvágást, az azért van, mert tudják, hogy 4-re már ők nem lesznek olyan állapotban, hogy bármit is tudjanak csinálni, azon kívül, hogy felborítják az asztalt a darált hússal. Egy jó böllérrel és 2 épp férfival, aki józan, 10-re végeztél mindennel. De 6-tól 10-ig. Azért tart olyan sokáig, mert hát van akadályozó tényező. Onnantól már csak a sztorizás, az nem, evés, az italozás az és a verekedés. Így van. Tehát, hogy ezek vannak. És a Lajos megint hogy nézel? Ki nem szégyeled magad, elmúltál 60-nak. Lajos, nem mondd kérlek szépen, mert őt fogjuk most mindjárt fölhívni. Úgyhogy mondj másik nevet. Tóth Lajost fogjuk tárcsázni, aki nekünk nagy barátunk, mert egyszer mi voltunk egy ilyen kitelepülésen, ha emlékeztek még rá. Remélem, hogy sokaknak szép emléke van, meg nekünk
nekünk is, ahol hát bárányok elé vetettük a Balást. Ah, jó volt. Könnyékig voltam egy tehénben. Tehénben egy könnyékig kecskét fejtünk, bárányt, birkát nyírtunk, disznót pörzsöltünk, volt minden. Volt házi fánk, zseniális, komolyan mondom nektek, hogy emlékszel, nem? Két vagy nem tudom, három tálcával hoztak házi fánkot, és komolyan mondom, hogy azóta nem ettem olyan fánkot. Zseniális volt. Na látod, hát Túrkevérre látogatunk el most legalábbis egy telefonhívás erejéig. Tóth Lajos főböllér, a Kevi Böllér Fesztivál főszervezője. Szevasz Lajos, jó reggel! Sziasztok, sziasztok, jó reggelt! Lajos, jó reggelt! Na hallottad ezt a kis 7 pontos összeállítást? Igen, hallottam meg, néztem is az interneten, úgyhogy abszolút egyet tudok vele érteni. Na, tehát mind a 7 pont megállja a helyét? Megállja mind a 7 pont a helyét, meg amit ugye Feri az előbb fölvezetett, tehát az a pár pont, amit jobban kitárgyaltatok. Tehát abszolút helytálló a dolog egy disznóvágáson, és hát ezer meg ezer egy olyan összetevője lehet még ezeknek a balesetveszélyeknek, amelyet talán nem hogy 7 pontban, hanem 7 oldalon se lehetne igazából kitárgyalni. Te találkoztál már abstinens böllérrel, aki mondjuk nem azért nem ivott, mert éppen akkor kapott friss sert és szívbillentyűt, hanem azért, mert nem szerette a piát? Van ilyen? Hát figyelj, van ilyen. Nálunk is dolgozik egy olyan böllér, aki elejétől fogva... Szakmát műveli 20 pár éve, abszolút nem volt még egy korcsa alkohol se, nagyon jó böllér egyébként, de valahogy ő így döntött annak idején, hogy mikor a tudomásom szerint a szakmunkás vizsgáik volt, akkor ugye hát általában ezek a böllér gyerekek, úgymond, vagy fiatalok, ezek már akkor is szerintem többnyire azért a böllérek szeretik az italt, és ő addig sem jót, és azt mondja, hogy ezen a banketten, vagy nem tudom, van valami ilyen záró eseményen, mégis csak megpróbálta volna is ezt a folyamatot elkezdeni, és hát az volt a gond, hogy rögtön unikummal kezdett. Én mondtam is, hogy a diólikőrrel, vagy valami gyengébb puncsal kellett volna kezdeni, és akkor lehet, hogy még máj napig inna. De mivel unikummal kezdett. Csúnyán odavágta saját magát, és ebből aztán így nem lett semmi. Így van, és azt mondta, hogy ha már eddig nem ittam, a kezdetán se fogok, mert ez neki nem ízlett. Na jó, hát ez akkor ritka kivétel, vagy ő a ritka kivétel, a többiek azért iszogatnak. Lajos, olyan legendákról próbáljuk meg a fájtlat fellebbenteni, mint például a fölrobbanó disznó. Igen. Van egy ilyen. A saját magát combon szúró böllér. Ezek a kapitális horror disznó, akiről mindenki regél azot, és turkál, hogy jaj, emlékszem, ez mekkora volt, Isten, hatan fogtuk de úgy, hogy előtte föltúrta az egész udvaron a betont. A zetort. Hogy ezek létező dolgok, valóban ezek megtörténtek, vagy csak városi legendák? Figyelj, a fölrobbanó disznó az biztos, hogy valós dolog, tehát pont tegnap vagy tegnap előtt is beszélgettem itt karcegi böllérekkel, és így van, felvetetek, és tehát ez valahogy olyan furcsa dolog, tehát helyben Turkevény biztos, hogy volt ilyen, tehát ilyenről lehet tudni, de mondom, hogy felvetettem a karcegérnek, és Karcagon is volt ilyen. Most nem tudom, hogy az ország hány pontján fordulhatott elő ilyen idétlenség, vagy ilyen bénázás, hogy mondjuk nyilván ez végtelen egyszerű fizikai dolog volt, mert ugye nem akart megdögleni a disznó, és akkor gátpázsőt ugye nem gyújtották be, csak simán kinyitották, és hát az órához tartva szerencsétlen ugye magába szívta a gázt, ami értelemszerűen utána, amikor elkezdték perzsálni a meleg hatására, ugye berobbant a időben. A fizika törvényei értelmében igen, felrobbant. Tehát ez valós dolog, ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát ilyet nem láttam, nem tapasztaltam, de többen azt mondják, hogy ez több városban és több helyen is megtörtént dolog volt. És akkor olyankor mi? De mi a folytatás? Tehát leszeded az eperfáról a sonkát? Vagy? Hát állítólag ilyen tehát magasabb pontokon is, tehát általában ez olyat tud robbanni egy ilyen esemény kapcsán, hogy magasabb pontokon is, mint olyan billárdarabok és egyéb alkatrészek voltak. Valóság, semmit nem tudsz csinálni, vagy ha van másik disznód, akkor levágsz egy másikat. Biverzió. Vagy ha azt lebírod rendesen szúrni, és akkor azt se kell ugye gázzal feltölteni. Hát ha nincs másik disznód, akkor sajnos befejeződött a disznótól. Tejber is valaki? Következő évben lesz folytatás. Aztán van olyan sztori, amit mesélnek nagyon sokan és sok helyen az országban, hogy a szúrás közben ugye már nem voltak szombjasak, tehát rögtön az elején sikerült úgy megérkezni a böllérnek, hogy mellé szúrt, és a saját szombjába sikerült megállítani a nagybökőt, amit ugye kicsit meg is forgatott, hogy biztos, ami biztos, és az a mondat hangzott el állítólag, hogy te szemét még harapsz is.
Figyelj, az, hogy egy szúrás közben még ugye abban az időszakban, amikor az általad az előbb említett ilyen kábító eszközök ugye nem voltak divatosak, meg a virtuskodás az igazából jobban benne volt a disznóvágásokban, azért 20-30 évvel ezelőtt eleve az eszközök hiányában sem lehetett ezeket ugye kivitelezni, meg mikor ezek az eszközök ugye bejöttek úgy többé-kevésbé használatba, azért nagyon sok hentes ezt nem tartotta igazából egy ilyen jó dolognak, tehát ugye a hentes emberek, a bőlérek azért bevállalósak, bátor emberek, merészek, a virtuskodást az abszolút előtérbe szeretik helyezni, és ugye egy ilyen hagyományos disznóvágásnál, amikor kötél a lábára, kihúztuk az orrból, felborítani, lefogni, akkor azért előfordulhatott ilyen, hogy akár magába is szólt a kés, mondjuk egy úgymond idétlenebb ember, mert hát többé-kevésbé azért... Profik nem csinálnak ilyet, világos. Veresztétek el, egyedül is megcsinálok. Így van, nem csinálnak. De Sanyika, 250 kilós, akkor is egyedül foggal, széktépem. Nem, egy jó bőlér, tehát én most vissza, tehát komolyra fordítva szólt, egy jó bőlér ilyeneket nem csinál, tehát ha 30 évvel ezelőtt le kell fogni a disznót, egy szakavatott ember, én azt gondolom, hogy ilyet nem csinált, de természetesen ugye ezt a bőlerkedést úgy, mint más ezer szakmát, ugye amatőr emberek is végzik, és tehát én azt gondolom, hogy inkább itt fordul elő jobban olyan féle baleset, mint amit itt a profit ennyi nyilván nem, persze. Kevesebb, így van, kevesebb. Az a nyelvezet, ami régen megvolt, én olvastam egy történetet ezzel, hogy a bélkaparó leányzókkal ugye a böllérek össze-össze söndörödtek délután folyamán, és utána volt olyan, hogy így visszaüzent a lányzó, hogy a gyökérkeféd nálam maradt, gyere át érte. Ezek megvannak még? Ezek megvannak, ez biztos, hogy régi öreg hentesek ilyet meséltek, hogy annak idején főleg még mondjuk a tanyavilágba kiálltak, és akkor ott ugye megismerkedtek ugye bélkaparó lányokkal vagy asszonyokkal, és akkor üzentek utána nekik, hogy hát figyelme, itt maradt a gyökérkefe, aztán esetleg... Vissza kéne érte jönni, mi? Kéne jönni, és akkor volt olyan, de szalálkozni volt olyan, hogy ütézzétek el, volt olyan hentes, aki azt mondta, hogy hát jó van, 10-15 forintért azért lehet venni ilyet máma a boltba, de inkább visszamegyek érte, nem a boltba veszek egy másik. És tudtam egyébként, hogy van ilyen, hogy bélkaparó leányzó. Én azt hittem, hogy ez a proktológus asszisztens. Nem, van ilyen, és hát mondjuk a újabb korokban, ugye, tehát én ilyet is hallottam, hogyha most tudták, hogy na, mit tudom, egy lány vagy egy fiatal asszony, mondjuk a családban tudta, hogy ki fogja majd vágni a disznót, akkor azért ilyen is hallottam ilyen sztorit, hogy üzentek előre neki, hogy egy próbaszúrást nem kéne esetleg előtte végezni. Amiatt, hogy a szombati napon azért minden rendben legyen, nehogy valami komplikációk adódjanak. Persze már ott értem szerint a sertésvágás kapcsán. Mi más kapcsán? Ilyeneket lehet hallani, mert mondom, tehát azért a hentesek köre, ez a társaság azért tehát most nem mondom, hogy ez egy különleges emberekből álló csoportosulás vagy csapat, de azért, na, tehát jó poénos emberek, meg bevállalósok bátor. És egymást is át szoktátok verni, vagy mondjuk ez csak a házigazdára vonatkozik, vagy a nőkkel megy a tréfálkozás, vagy böllért is szokott szivatni? Hát böllért is szokott? Persze, tehát szívattam mindenféle, tehát itt még annak idő, mikor a vágóidok mentek, és hát meg tehát abban az időben, mikor amit én is úgy hallottam, tehát idősebb bőlerekkel ugye megtörtént, hogy ugye minden hétvégén több helyet is mentek disznót vágni, és akkor tehát voltak olyanok, hogyha most valakivel ki akartak cseszni, akkor azt csinálták, hogy jó, akkor már el tudsz menni, mit tudom, vasárnap idő meg ide disznót vágni, mert én már nem tudom bevállalni, már megyek így is két helyre, persze, el tudok menni, és akkor a szerencsétlen ment oda reggel 6-ra adott helyszínre, aztán tétlenül álltak meg értetlenül ugye a házigazdák, hogy hát itt nem lesz disznóvágás. Tehát mondjuk ez akkor volt esetleg kellemetlenebb, mondjuk még a régi világban, hogyha akár még egy ugye a tanyavilág, amikor kiálltak, hogy a hentesek disznót vágni, aztán mondjuk a bizügyi csomagtartón kitolták a felszámot, mondjuk ott estek így pofára, hogy a disznóvágás ma biztos, hogy nem lesz. De olyan eseteket konkrétan tudok, hogy kocsmában megbeszélték ugye a disznóvágást a hentessel, és akkor, na akkor, komán, akkor tudsz jönni, tudok menni, aztán hát nyilván a ittos állapot miatt, hogy elfelejtette, hogy menni kell, és hát jelentkeztek ugye nálam már napközben, hogy akkor nem kéne jönnöd, aztán hát nyilván nem tudok menni. Akadályoztatva volt. Mert akadályoztatva volt. Mondjuk
Tehát ilyen, hazament a bőlér, aztán másnap úgy szóltak neki, hogy majd a felszámokért menjen már vissza, vagy ide kell majd visszamenned, meg igazából azt tudta, hogy most honnan jött el. Tehát hol volt mondjuk az utolsó akció, vagy mondjuk az előző nap folyamán. Ja, régi szép idő. Mikor még te is így érted, de ma már rendes ember. Lajos, köszönjük szépen, neked visszaengedünk a, nem tudom, kolbászkészítés van most, vagy melyik részben? Most tartott? Igen, éppen töltés van, a mai nap általában töltögetünk, úgyhogy ma töltés. Ja. Na, akkor mehetsz visszadolgozni. Köszönjük szépen. Köszi szépen, szia. Sztorikat, szefasz, szia. Nagyon sokan ráfűztek erre a disznóvágó sztorira, úgyhogy meghallgatjuk a híreket, és akkor utána még ezeket az SMS-eket megosztjuk veletek. Közben lehet jelentkezni a Mit mond Dóra címet viselő játékra, mert hogy azzal jövünk majd a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Jó reggelt, 3 perc múlva lesz 3:48, neked is jó reggelt, Laci, ez a piros azt jelenti, hogy jaj, hogy már adás. Közlekedési információk. M3 Dunaharaszti, nem Kerekharaszti pihenőnél egy cserencszámú kék személyautóban alszik a sofőr óvatosan. Hát de miért ne aludna? Ott nem lehet? Hát csak átszázza magát, biztos nem alszik, szerintem ő a rendélyberőre. M7-esen Székesfehérvártól Budapest felé mozgó trafi, fehér kombi Skoda Superb asztalos, írja nekünk. 21-es úton Mátra, Verebi és a Tari elágazó között rendőri ellenőrzés és trafi. Ezt P-től kaptuk. Sárga lámpák ellenére ott még jól lehet haladni, ahol azt nem tudom, csak a Fogarasi kereszteződésében van dugó a Kerepesi úton. Ja, akkor Kerepesi, Fogarasi. Ezt meg Kristóf írta nekünk, köszönjük szépen. Nagyon sokan becsatlakoztatok a disznóvágós történetre, sztorira, rengeteg SMS. Hát a magyar szókról lésze. Így van, a rengeteg SMS érkezett. Disznóvágás előtti nap este elmentünk diszkóba, hajnalban totál részegen haveromékhoz elmentünk, ahol lett volna a disznóvágás, és a haver nyakon bökte a két disznót. Reggel felébredt a házigazda, és kijelentett, hogy nem lesz disznóvágás. Akkora volt a felvakarás, hogy most mit mondjunk. De hát ez miért volt baj? Hát legalább nem kell vele reggel már nem kell vele vacakolni. Jó reggelt, nálunk egyszer olyan jól sikerült a reggeli üdvözlő pálinkázás, hogy balesetvédelmi szempontból célszerű volt elhalasztani az eseményt. Tömören Mataharira itta magát az egész csapat. Na, egy pici józanság azért csak maradt. Igen, egyébként meg igen, tényleg, hogy azt tudod mondani, hogy gyerekek, tényleg ne csinálj. Igen, nem az, hogy meg tudunk csinálni. Az is jó volt, amikor már lefogtuk a disznót, és a böllérnek mondjuk, hogy szúrjad már, mire ő, várjatok, a kés a konyhában maradt. 10 perc kiabál. Azért. Ő készült, mi? De érted. Itt van minden, igen, célszerszám, az nincs. 10 perc kiabálás után meghallották a csajok, de mire kiértek, addigra a disznó a szőlősben volt, jó volt a buli. Henrik, egyszer már nem szomjas nagybátyám belenyomta a pörzsölőt apám képébe, hadonászás közben gyors, alapos epilálás volt. Ez pedig Varázsgömb írta nekünk. És Jocó már itt is van velünk. Szia, Jocó, hello! Hello, sziasztok! Szia, Jocó! Na, milyen disznóvágásatok volt itt? Azt írja nekem az angyal. Ez nagyon-nagyon nagy sztori, mindenki kinevetett bennünket, amikor ezt hallották. Hát mi konkrétan az első disznónkat tavaly a sógorommal vágtuk, így Gyula Szirátóton, és hát egy tablet segítségével mi a YouTube-on kikerestünk egy ilyen videót, amin disznót vágnak, és hát nagyon sokszor meg kellett állítani a videót. Hát amikor a videóban pálinkát ittak, ugye mi is ittunk. Jézusom, de a szúrástól kezdve mindent úgy csináltatok, hogy még soha nem volt ilyesmi. Nem, a szúrást azt nem. Úgy mentünk el már a disznóért, hogy ott nekünk leszúrták, betettük az autóba, elhoztuk haza, és onnantól kezdve, mi ugye már napokkal ezelőtt nézegettük róla a videókat, de hát azért csak kellett oda elénk tenni, és hát úgy végigkövetni az eseményeket, de sikerült, teljesen jól sikerült. A végén a sonka, szalonna leválasztásánál a végén azért kellett egy kis olyan segítség, aki már azért látott disznót. De az megcsafordult a fejtekbe, hogy egy igazi szakit, egy szakembert megkerestek és elhívjátok? Kerestek egy bőlért? Megfordult a fejünkbe, de akkor miben a jó? Tehát akkor nem tanuljuk meg. Hát ez a kihívás. Hát végül is. Így van. Nyilván szerintem, hogyha vágunk, még az idén lesznek ilyen jobb idők disznóvágáshoz, úgy értem, hogy hidegebb idők, akkor biztosan kell még a tab, tehát még azért nézzük, de jövőre csak belejövünk. De akkor már saját anyagotokat nézitek vissza, nem?
Hát nyilván, tényleg ez egy jó ötlet, fel kellene venni a saját anyagunkat, és akkor nem lehet elszúrni. Jocó, köszönjük szépen, hogy meséltél. Nagyon szívesen, fiatal. Szép napot, jövét végén. Én nagyon sok disznóvágáson voltam, már van olyan is, amire emlékszem elejétől a végéig, de azért azt én nem merném bevállalni. Hogy azért érted tabletről. Figyelj, de meg hogy így... Uh-huh. Na, akkor nézzük. És miért, hogy már van tablet? Mert régen mi lehetett az MK25-es Magnóról az audiót? Csak a hangot, vág körbe a sonkáját. Egy vidéki disznóvágás, disznószúrás után jött a pálinka ivás, az épületben közben a malac felkelt. Elindult a csatorna felé, amikor kimentünk, akkor vettük észre, hogy már a jégen van, beszakadt és elúszott a malac a jég alatt. Szerencsét, rossz vége lett, ezt már nem is olvasom. Gyerekkoromban a szomszéd disznót vágott, olyan hosszú volt a kés, a disznó elhúzta a fejét és térden szúrta saját magát. Jobban üvöltött, mint a disznó. Az én apukám maga felé fordított késsel a kezében fogta a disznó hátsó lábát, kórház lett a vége. Ugye ezt mondtuk is, a szabályzatban benne volt, hogy az önmegszúrás az elég komoly ok a disznóvágásban, vagy elég komoly következmény. Voltam olyan disznóvágáson, ahol a böllérnek becsípődött a derek a reggel, figyelj, fel kellett emelni neki a disznót, hogy megszúrja. Nem áll, gyerekek, hát ilyen nincsen. De mi, felrakod egy asztal, és ott szúrod meg a malacot, vagy hogy? Négye körbeállják, és akkor megemelik, hogy a mester hozzáfér. Az egyik hallgatónk körül köszönjük szépen egyébként a videó vállalhatatlan, egy YouTube-os videót, amin azt látható, hogy a garázsban egy ilyen alkalmi disznóvágó helyen két ember, valószínűleg ilyen apa-fia lehet, vagy após is vej, próbálnak meg likvidálni egy szerencsétlen állatot, és a fiatalabb ember, aki jobb erőben van, egy baltával megpróbálja hókonnyomni szerencsétlen állatot, és nagyon jól sikerül neki ez a hókonnyomás, hogy kirepül a kezéből a balta, és a fiatalabb embert, mondom, a vejét vagy pedig a fiát, sikerül vele irgalmatlanul térdem. Ja. De a malacot meg és elmegy, gondolom. A disznónak semmi baja nincsen, viszont az öreg elkezd ugrálni egy lábon, és ott végig is a disznóvágásnak valószínűleg, meg a jobb térdének. Egy jó protézis segít rajta. Laci, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! A mesélj, a te disznóvágásod milyen volt? Na, az volt az egésznek a lényeg, hogy egy barátkozásképpen vettem egy mázsás disznót, és meghívtam 6 darab egyetemista barátomat, hogy hát ezt csapjuk le. Ez a pénteki este kezdődött, hát nyilván reggel 4-ig ittunk, 6-kor kellett volna szúrjunk, úgyhogy a forrázó víz az olyan 10-re lett kész. Igen, konkrétan bementem az zuhóba, megfogtam, nem mondom, vigyétek ki. Elkezdték kivinni, hát a disznónak a lába nem érte a földet, szakszerűen megbögtem mindent, innentől kezdődött a baj. Egyszer azt vettem észre, hogy gyertek srácok, mossuk a disznót. Én egyedül elkezdem mosni, 2 perc múlva csak egyedül csinálom már, mindenkit csak a pálinkát vissza. Ez egyértelmű. Igen, ez van így, hogy egyedül maradsz. Délután elmentem, kicseréltem a gázpalackot, mert tüzet rakni nem tudtak az üst alatt, tehát ebből kifolyólag 2 gázpalack is elfogyott. Csörög a telefonom, édesapám hív, hogy gond van, már véres a húska. Visszamegyek, az egyik úriember egy sonkát csontozott, úgy behúzta a kést a hüvelykújjába, hogy a feszítő int is elvágta, utcai figyege, és be kell figyelni a sürgősségére, hogy összevarják. Így van, így van. Aztán visszamentem, ez volt ilyen 5 óra magasságában, mindenki aludt már, úgyhogy egyedül betöltöttem a hurkát, a kolbászt, és hát én ilyen este 10-re egyedül konkrétan levágtam egy biztos. Hát óriási buli lehetett, és a többiek békésen aludtak tovább. Így van, így van. Na, hát szép csapatot sikerült verbúválnod. Az egyetemisták, ugye az egyetemisták sok mindenre jók, disznóvágásra nem feltétlenül. Figyeljetek, urak, azt hozzátenném, hogy mi Sopronban végeztünk erdőmérnökként. Mindegyik kivétel nélkül vadász, tehát én azért azt hittem, hogy valami közük van az állatokhoz, disznókhoz, de nem. De van nekik, szeretik a vaddisznó pörköltet. Ez így van. Igen, erdőgazdaság akkor. Kérdezni is akartuk, hogy valami szakirányú ez egyetem, valami élelmiszeripari, vagy ilyesmi, de akkor ezek szerint közük nincsen hozzá. Nem, egyáltalán nem. Laci, köszönjük szépen, legközelebb inkább egyedül, mint velük. Rendben. Nálunk volt olyan böllér, aki reggel azért kért pálinkát, most figyeljetek,
hogy legyen mivel bevenni a szívgyógyszerét. Viszont nagyon finom májast készített. Na, ugye? Tehát már megérte. Disznóvágással egyszer kezdtünk reggel 5-kor, és másnap este 10-kor fejeztük be. Senki nem volt szomjas, de jól sikerült minden. A buli is, csak az asszonyok voltak kicsit mérgesek. Gábor írta nekünk. Hát igen, az asszonynépek nem mindig megértőek ebben a dologban. Az apámnak, a gyűrűs ujjának az utolsó percét harapta ketté az egyik áldozatnak való, írja Feri. Tehát ő még élő. Élő korában. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon sokotoknak van irgalmatlan jó sztori, ezt igyekeztünk megoldani. Tanulságosak voltak, mondjuk ezek alapján inkább a hipert választhatok, és a húsboltot. Nem feltétlenül, tehát választhatjátok ezt is, csak legalább egy normális jó böllér legyen, aki ért hozzá, és aki nem iszik, vagy legalábbis nem sokat. Most pedig meghallgatjuk, hogy Dóra mit mond visszafelé. Visszafelé beszélünk. Lész hevéle faszil. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mime? Aki válaszol. Sziasztok, Ószre vagyok. Hello, Ószre, Szó-e. Ja, az ezt is fordítsuk, mert Erzsó. Sziasztok. Hello. Szia. Na, hát az a szerencsét, hogy ugye ez a hét számunkra most csak egy napból áll, tehát ez azt jelenti, hogy állatország híres ember közmondás és tárgy közül is választhatsz, tehát gyakorlatilag a teljes kollekció megvan még. Melyiket választod? A tárgyat szeretném választani. A tárgyat? Nem lesz egyszerű. Te miért nem vagy iskolában? Mert dolgozom. Ezzel a hanggal? Hát én, igen. Cuki vagy. Köszönöm szépen. De jó. Gyerekmunka, ez nem tilos? Hát, annál már egy kicsikét idősebb vagyok. Kicsikét idő, de hangra figyelj, én simán bekajálok egy ilyen 16-ot nálad. Hát egy picikét, egy 8-at adjatok hozzá. Ah, hát akkor az még ugyancsak nem sok. És mit csinálsz? Mi de már nem büntetik. Én pénzügyes vagyok. Egy ilyen kemény fia, a pénzügyesnek azért ott az egy komoly ember a pénzügyes, nem? Hát azért tudok komoly is lenni, de... Aha. De jobb a vidámság. Na jó, de hát ezzel a manó hanggal berongyolsz a főnökhöz, hogy már pedig itt túlköltekezés van, főnök úr, azonnal fogjuk vissza magunkat. Nehezen vagy hihető. Én így számlálóban jött erről. Tudok komoly lenni. Na jól van, akkor mutatjuk, mit tárgyat választottál, ugye? Igen, a tárgyat. Tárgyat, jó, tudod, fél perc van, és akkor ezt most kétszer mutatjuk meg, mert annyira nem is nagyon nehéz. Szokott menni a feladat jó. Egyébként? Igen, eddig még mindig kitaláltam. Mm-hmm. Jó, Erzsó, akkor indítjuk is, figyelj. Ötösú mellú, Orkin. Aha. A vége ugye? Orkin. Még egyszer mutassuk meg. Ötösú mellú, Orkin. Mikrohullámos ez az, te jó vagy. Hát tényleg szokott menni. Jó van. Meg is vagy. Hú, de jó, ennek nagyon örülök. Mert ha mikro már megvan, akkor onnantól kezdve azért igen, lehet igen, onnantól már egyértelmű volt. Hát szívem, Erzsó, kétszer mutattuk meg, benne voltál a fél percben, úgyhogy egy tökéletes, teljes és épp ajándékcsomag megy szuper. Neked Nyírbátorba. Jó? Igen, jó, nagyon szépen köszönöm. Gratulálok vissza a számokhoz, a pénzügyhez, legyél ismét kemény csajszi, puszi, oké, sziasztok! Szia, jó étvégét! Sziasztok, köszönöm nektek is! Na. Ügyes volt, mikrohullámú sütő, mondjuk tényleg nem volt annyira nehéz, a mikróból már ki lehetett találni. A következő órában nemzetközi sikerrel fogjuk folytatni. Na, most ugye több nemzetközi sikerünk is van, vagy lehet, majd a másikkal is, az Oszkárossal is foglalkozunk egy picit, de előtte érkezik hozzánk az a hölgy, aki azt hiszem kb. 2 éven keresztül minden reggel az RTL klubon főzött egy valami jót, és azt ott hagyta. Én már erről is akarom faggatni, hogy csinálta ezt, és miért csinálta, de ami ennél sokkal fontosabb. De jó sikerült, szerették, népek szerették, a ételeit szerették, kicsit kevesebb római kömény. Ja, a műsort hagyta ott, nem a kaját. Igen, nem a kaját. Egyébként ezekben a fűzőműsorokban az a jó, hogy általában a stáb gyakorlatilag, hát hogyha itt tudom én fél évig, egy évig, másfél évig tart, valószínűleg egy ilyen plusz 10-15 kilóval gazdagodik, mert általában ők fogyasztják el a kajákat. Így van, és Mautner Zsófi meg se állt egészen Taipeiig, a nemzetközi könyvvásáron járt, ugyanis kiadott egy angol nyelvű, de magyar konyháról szóló könyvet, amiért egyszerűen ezek az arany tájvaniak megőrülnek. Megőrülnek, egy csomó bemutatót tartott, és hozott nekünk néhány izgalmas falatot, és itt a szárított szöcskétől a szuvidált kutyalábszerig mindent lehet gondolni, de majd meglátjuk, hogy egészen pontosan miket hozunk neked. Hozott nekünk, úgyhogy vele fogjuk majd folytatni a következő órában. És most! És most! És most, hölgyeim és uraim,
Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. 8 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, szevasztok, János és Ferenc a fedélzetem. Jó reggel. Egy hetet várunk el még Balázsra, csütörtökön jön jövő héten. Mondom a közlekedési infokat, mert viszont most van bőven, ugye azzal kezdtük a mai napot, hogy csend van, nyugalom és béke ezen a gyönyörű hétfőn, ami péntek. Na. De mivel mi a héten nem dolgoztunk, ez az első, ezért egy átfedéses hétfő péntek van. De beindult az ország, komoly baleset az M3-ason a 112-es kilométernél Nyíregyháza felé, szétszorodott alkatrészek lassítják a Pest felé haladókat is, tehát annyira komoly, hogy átszóródtak az alkatrészek. Tessék vigyázni, Salgótarján Bajcsi-Zsilinszky úton baleset, egy ifa találkozott egy SX4-gyel, aki teheti, kerüljön. Csupesz, M3 Füzesabony Miskolc felé baleset, ez valószínűleg ugyanaz a 112-es. Jó reggelt, urak! Az 55-ös úton Pörbőjénél rendőr kontroll, majd a Bajai hídnál NAV ellenőrzés, Pécsen a meccseken pedig szállingózik a hó. Ezt na, és hogyha valaki esetleg ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy az európai évfája 2016 versenyben még leadja a voksát, Vátaszék legöregebb fájára, a Molyhos tölgyre, az még mindig megteheti, mert hogy 29-ig tart a szavazás. Jelenleg egyébként titkos szavazás folyik, tehát nem lehet látni a különböző eredményeket, nem tudjuk, hogy mennyivel vezetünk, reméljük, hogy vezetünk. Például a csehországi ezeréves nyilván az ezeréves hárssal szemben, illetve a többiekkel. Én csak mondom, hogy azért az utóbbi néhány hétben jöttek fel a spanyolok is elég erős teljesen, jöttek fel a lengyelek is a maguk is fácskáival, de a leges legfontosabb természetesen továbbra is az, hogy Bátaszék legöregebb fája Molyhostól megnyeri ezt a bizonyos szavazást. Egy 8000-rel vezettünk, azt hiszem, amikor még lehetett látni az eredményt. Igen. Körülbelül, az és akkor rossz. Így mentünk rá erre a vakszavazásra. Most kell keménynek lenni, gyerekek, most kell neki menni a cseh vitézeknek, a spanyol himpelléreknek, mindenkit most tényleg szorítsunk vissza, úgyhogy még egy szavazatot csináljatok, kamu e-mail címeket. Az a baj, hogy ezeket törlik. Tényleg? Igen. No. Igen, hát most csinálok egy állat. Az enyémeket is töröltük. Te megpróbáltál. Nem lehet, visszaellenőrzik, és hogyha ha valami egy olyan szavazat érkezett, ami mondjuk egy kamu e-mail címről jött, hát de most akkor csinálok egy freemailest, vagy egy gmailest, vagy egy akármit. Csinálok egy olyan e-mail címet, de rendesen beregisztrálok, arról szavazok, oda visszajön a visszaigazoló, ott rákattintok, akkor az te nem. Te vagy Rákóczi Ferenc? De ezt visszajelzel, hogy meg... igen, aztán visszakérdezel, hogy de biztos, hogy te vagy, na, és ezt erre már nem fogsz valószínűleg válaszolni. Visszaellenőrzik valahogy, és akkor valószínűleg itt ilyen e-mail címeket vesznek figyelme, meg ilyesmi, nem tudom, nem értek hozzá. A lényeg az, hogy mindenki, hát most itt mit tudom, cirka 1,5 millió ember hallgat minket, hogyha eznek az ember tömegnek mondjuk a fele, mondjuk leadja a szavazat, tehát akkor onnantól kezdve meg vagyunk. Hátradőlhetünk, hátradőlhet Bátaszék. Így van, és a Molyhos tölgy is. Na, persze. Vagy ő ne dőljön hátra, vagy mert kezdetlen mögött egy kápolna van, úgyhogy ne dőljön hátra. Ne. Ha nem muszáj. Az elmúlt óra végén már mondtam, hogy vendégünk lesz ebben az órában, és hogyha ilyen nagyon nagyon aranyos sikersztorit kell keresnem ma a magyar nagy valóságban, akkor a Zsófié az szerintem, az Mautner Zsófi nagy tapsot. Sziasztok! Mert ha valaki nem tudja, de szerintem már lerágott csont, és annyian átbeszélték, meg megírták ezt, hogy ez úgy indult, hogy te Brüsszelben voltál diplomata asszony, aki rájött, hogy a brüsszeli alapanyagokból tud jót főzni, elkezdett blogot írni, a csili és vaníliát, ez elindult, és utána mindenki ezzel keresett téged, kiragadtak onnan, abba hagytad azt az életedet, lett egy új élet, és ebből lett tévéműsor, lett számtalan könyv, blog és felkérés. Én azt gondolom, hogy ha valami sikersztori, ez tényleg így ez az, hogy elkezdesz hobbiból dolgozni valamin, és aztán ez egyszer csak az élet. Hát abszolút, ráadásul úgy, hogy azt tényleg mindig mondom, hogy az benne a fantasztikus, hogy tényleg azért egy ilyen igazi mese, mert hogy otthon a kanapén a négy fal között egy szál laptoppal ültem neki, az egésznek tényleg nem volt semmilyen, nem tudom, hátszél, befektet, tehát gazdag fér, nem tudom semmi, tehát hogy egyszerűen abból, hogy leülsz és elkezdesz mondjuk írni például a számítógépeden valamit, abból tud egy teljesen új mondjuk pálya kialakulni, és ugye utána tényleg belesodródtam, tehát soha nem volt az ambícióm egyébként, hogy még diplomatából főzőnő legyek, de egyszerűen belesodródtam az egészbe, és mondjuk nem is bántam meg egy másik nem egyszerű. Nem egyszerű egyébként ezzel befutni, mert azért a valljuk be őszintén, mostanában ez a bloggerkedés, főleg ezen a vonalon, amint te is mozogsz, hihetetlen divatos, és azért nem azt gondolom,
gondolom, hogy, hogy tehát tényleg nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy elváljon az ocsú a búzától. Tehát, abszolút. Hogy ez kiderül, hogy tényleg értesz a hozzá. Igen, 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 meg hát mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy én amikor kezdtem 2005-ben, akkor azért még nagyon más volt. Igen, tehát meg nem volt annyi mellő Brüsszelben sem. De egyébként az volt, képzeld, hogy meglepő módon nem az volt, hogy így halálosan untam magam, hanem ezt teljesen tényleg ilyen hobbi szinten hétvégén csináltam, meg tökre szerettem is azt a munkát, tehát ez egy elég meglepő fordulat, de ugye akkor 2005-ben még nem volt annyi blog, a gasztró téma nem volt még ennyire felfuttatva, nem volt divatos, tehát mondjuk a nagy felvirágzás előtt kezdtem, ugye, tehát elég jó időzítésben, pont jókor, utána azért már utána ugye rengeteg gasztroblog van, ma már egy bloggal sokkal nehezebb kitűnni, ma már tök más a tempó, ugye attól, hogy közösségi oldal, Facebook. Igen, és ez van, mondjuk egy kicsit baj is, szóval, hogy, szerintem átestünk ebbe a blogos dologban arra az oldalra, hogy ma bárki elkezd üzemeltetni egy ilyet, az azonnal a szakma legnagyobb értője lesz, az azonnal megkérdőjelezhetetlen parafenomén lesz a témában, és vannak ilyenek, tehát a blogírók között vannak ilyenek, de nem mindegyik az. Igen, de azért az nagyon fontos, azt mindig mondom például fiataloknak is, hogy semmiképpen ne legyen egy ambíció, hogy valaki gasztroblogger szeretne, vagy blogger szeretne lenni, tehát ez nem egy foglalkozás, mindig meg ez nem egy mindig hivatás. Mindig mondod, hogy ne írjatok, ne roncsátok az üzletet. Nem, ez nem igaz, képzeld, mert csomó más gasztrobloggernek én segítettem egyébként kitalálni a brandet, például a Világevőnek, Jókutinak, meg egy csomó mindenkinek. Szóval ezzel abszolút nincs gondom, hanem hogy ez nem egy foglalkozás, tehát hogy ez nem egy hivatás, hogy akkor gasztroblogger vagy blogger vagy, hanem az főleg ma, amikor tökre fel van az egész gyorsulva, Facebook van, közösségi média, tök más az egésznek a ritmusa, tempója. Szóval most inkább az mondjuk egy névjegy, meg arra nagyon jó, hogy a saját mondjuk hangját megtalálja valaki, a saját stílusát, tehát gyakorlatilag egy ilyen stílus gyakorlat. De abból tovább kell lépni. De abból tovább kell lépni, meg az arra nagyon jó, hogy meg tud saját magad is nézni, hogy akkor mi az, amit szeretsz, mi az, ami jól áll, tudsz-e mondjuk határidőre, karakterszámra, hetente X cikket leszállítani, ha kell. Tehát egyébként egy tök jó gyakorlat, úgyhogy mondjuk nem tanácsolok. Vagyok. Tehát, hogyha én így csinálok egy blogot, egy ilyen gasztroblogot. Nem akarok. Azt engedd el. Egyébként Jani mondjuk például egy ilyen cukrászda látogató blogot simán csinálok. Ezt már mondták sokan. Igen, de hogy én alapvetően, igen, Városcsöcsös vonalon egyébként nagyon szívesen mozogni. Városcsöcsös. Városcsöcsös. A Jani, ugye mi itt a műsorban mindannyiunkról kialakítottunk egy képet, ami nem mindenben fedi a valóságot, de nagyon aranyos. Ugye én vagyok a kolbász, zabáló, zsírban fürdő, és alkohol mámorban fetrengő. A Jani, aki csak krémesek vonalon mozgó. De persze ezek csak ilyen kreált személyiségek, tehát nyilván semmi valóság alapja nincs, egy gramnyi valóság alapja sincs. Hogy őszinte legyek, semmi közöm nincsen, se a várakhoz, se a krémesek. Sem csöcsök közé. Minden ne dobj el. Na várjál, a várakhoz, a krémesekhez a csöcs, az milyen formában is jön? Szereti. Hát valahogy, én szereti, tudom. Ezt a három. Én nem tudom, valahogy ez a három így meghatározó tényezővé vált az életemet. Na, de visszatérve a blogra, tehát hogyha én akarok készíteni egy ilyen blogot, akkor mondjuk egy szakértő tetten tudna engem érni, hogy innen-onnan-onnan nyúlom a cikkeket, vagy nyúlom a recepteket? Szerintem igen, tehát mondjuk én 2 másodperc alatt fel tudom mérni, akár blogon, akár gasztromagazinban, hogy azt a receptet például valaki megcsinálta-e, vagy egy ilyen copy-paste, és le van fordítva mondjuk egy amerikai websájtról, az 2 másodperc alatt, tehát aki ért hozzá, meg aki főz, az pontosan felismeri. Vagy azt is meglátod, hogy mondjuk úgy kopizza le, hogy elkezdi változtatni azért a mennyiségeket, igen. Hogy ne ugyanaz legyen, igen. És rájössz, hogy azzal a mennyiséggel nem fog működni. Például a tortáknál az édesség, a desszert, az ugye nagyon, az abból a szempontból nagyon különleges, vagy nehezebb műfaj, igen. Hogy ott ugye grammos eltéréssel már nem fog úgy a tészta megkelni. Már így 40 kiló friss párgát. Igen. Na, 40 kiló. Tessék, igen. Tehát, hogy aki egy kicsit is főz, meg tényleg fejben úgy körülbelül végig tudja futtatni azt a folyamatot, az pontosan tudja, hogy mit tudom én mondjuk valamilyen tésztához, hogyha 1 liter víz, vagy 1 deci víz van írva, az helyes, vagy nem. Vagy mondjuk, hogyha van ez a makaron, ugye, aminek óriási divatja van, nem tudom, szereted-e, vagy nem. Igen. Na, például az, hogyha olyan recept tehát látsz mondjuk, ahol 5 sorban leírják, hogy kell makaront készíteni, az tuti, hogy kamu. Mert hogy az annyira bonyolult, hogy szoktál trollkodni? Ha igen, hogy a forrás beírod. Ja, nem, képzeld, de nem. Csinálja mindenki, amit akar. Nem, egyáltalán az élet trol. Az szerintem úgy, előbb-utóbb úgy is igazol valakit, igen. Vagy cáfol. Igen. És akkor ez, aki ebből él, vagy ebből akar élni, az úgyis ki fog kopni szerintem. Tehát, hogy is. Ez ráadásul pont egy olyan szakma, amiben nagyon sokáig nem tudsz kamuzni, mert 3-szor csinálják meg a receptedet, ha nem működik, akkor negyedjére nem fogja. Így van, tehát hogyha kipróbálják, vagy hiteles, vagy nem, vagy
hiteles, kipróbált, működik, nem működik, akkor ahhoz mennek vissza, akinek a receptjei mondjuk beváltak, vagy tényleg működőképesek. Na, vissza akkor a vagy a pályádhoz, a karrieredhez. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na, ez az enyém, most már ebből én meg tudok élni. Az 2009-ben volt egyébként, akkor tehát pont... Tehát 4 évet nyomtál. 4 évet beletettem gyakorlatilag ugye kvázi ingyen befektetésként, de hát nem is munkának éltem meg, mert mondjuk ezt imádom, tehát minden, amit ugye nagyon szeret az ember csinálni, hobbiként csinálod ott, azt nem számolod a beletett időt meg pénzt, de azért 4 év már volt benne, és akkor 2009-ben, mikor hazaköltöztem Brüsszelből, akkor még egy kicsit visszamentem a közigazgatásba, elúsztam, és akkor megkeresett egy akkor induló gasztronómiai portál, hogy nem lenne kedvem a főszerkesztését elvállalni és elindítani. És akkor az volt az a fordulópont, hogy akkor az élet kvázi szembe jött és tálcán kínált egy olyan lehetőséget, ami mondjuk adott magabiztosságot ahhoz, hogy akkor egy nagy levegőt vegyek és kiugorjak, és az mondjuk egy biztos megélhetést is adott nyilván, ami azért álszentség lenne ugye elhallgatni, hogy az nem egy szempont egy ilyen döntésnél. Nagyon nagy. És akkor utána jöttek a könyvek, jött a tévéműsor. És akkor utána már minden sodródott, igen, könyvek, mindenféle egyebek, tévéműsor, és a többi, igen. Igaz-e, hogy az RTL Klub műsorát azért hagytad ott, mert az Istenes Bence főzőműsort akar csinálni. Hát azt nem tudom, biztos, hogy mindenki főzőműsort akar csinálni. Ezt sem cáfolni, sem megerősíteni, nem tudom. Sok lett? Igen, az történt alapvetően, hogy miután ugye ebben a formájában az Ízes Élet az RTL csatornáján ugye nem folytatódik, amúgy sem, és akkor pont miután egy ilyen nagy váltási pont volt, én átgondoltam, és azt gondoltam, hogy akkor döntök helyesen, hogyha kérek egy pici szünetet és egy kis képernyős szünetet, mert annyi minden más projekt lett hirtelen, és nagyon hiányzott az, hogy egy kicsit tudás jöjjön a fejemben, fejlődni tudjak, szóval azért ahhoz, hogy több ezer receptet tudjak megosztani rendszeresen, akár a blogon, akár könyvekben, vagy képernyőn, ahhoz tényleg folyamatosan ugye fejlődni kell, inspirálódni, utazni, olvasni, könyvtárazni, stb. És ez így elkezdett hiányozni, úgyhogy így megcsapott ez a tudásvágy, meg egy csomó más ilyen kreatív projektem, amire picit szeretnék koncentrálni, úgyhogy kértem 1 év szünetet, úgyhogy nem biztos, hogy vége, vagy nem mondom, hogy soha többet nem térek vissza, de most egyelőre egy picit más típusú dolgokra koncentrálok. Meg nyilván nem találtak melléd más távot, mert mindenki Rubintréga óráin pattogott. Ledolgozza magáról azokat a 20-30 kilókat. Igen, a Rubintréga pont múltkor voltam vele egyébként együtt egy ilyen kerekasztal beszélgetésen, ilyen sikeres nők témában, és mondta, hogy az nagyon jó, amit mi csinálunk, meg hogyha a gasztroforradalom az ugye egyre virágzik, meg cukrezdek nyílnak, meg nekik az egyre több munkát, meg egyre több pénzt. Igen. Nagyon komoly. Mennyi van még ebbe a főzéses sztoriban? Én mindig azon gondolkozom, hogy lehet még újat kitalálni. Tehát nem főztünk már le mi mindent, mi emberek. Soha nincs új a nap alatt. Tehát, hogy nincsen olyan recept, amit valaha valaki nem talált volna fel. Pont egyébként majd mindjárt beszélgetünk ugye Tájváról, hogy ott hát érted magyar ételeket, és akkor egymás után jönnek vissza, hogy mondjuk egy ilyen távoli kultúrából mi az, ami ugyanaz létezik náluk egy pici csavara. Minden van az égvilágon, de szerintem ettől függetlenül ugye egyre jobb minőségű alapanyagok vannak, egyre több a világkonyha, a nemzetközi konyha, ugyanakkor Magyarországon szerintem tök fontos és egyre jobb, hogy nagyon sok fiatal tehetséges séf van, nagyon sokan próbálnak kicsit így a múltba visszanyúlni és felfedezni, újra felfedezni azokat a régi magyar recepteket, amiben rengeteg van, tehát ugye mondjuk az 50 magyar ételhez képest, amit magyar ételnek nevezünk, ahhoz képest, hogyha akár mondjuk az ember visszanéz ilyen 16. 17. századi, századfordulói régi szakácskönyveket, hát azok tele vannak fantasztikus receptekkel. Még azt mondják sokan, hogy nincs is jellegzetes magyar konyha, közben meg van. Igen. Én például most olvastam egy interjút a Jamie Oliverrel, valamelyik internetes portálon, és egészen meglepődtem rajta, hogy ő azt mondja, hogy neki rengeteg régi magyar szakácskönyve van, és azt mondja, hogy nem csak ismeri, de ért is a magyar. Hát az inkább az igen, jön az étterem, úgyhogy nyilván van egy pici ügyes, de nagyon ügyes azért az interjú, az nagyon ügyes, meg azt mondta, hogy magyar a házvezetőnője, és hogy onnan vannak ugye a magyar receptjei. De tényleg, hát akár megnézel mondjuk egy... már pulit Kínában. Pulit Kínában, igen. Szóval megnézel egy régi szakácskönyvet, tudod, az olyan, mondjuk egy ilyen piros paprika előtti szakács, 16. század előtti szakácskönyvet, az olyan, mint egy ilyen indiai köri biblia. Tehát például akkor annyira sok fűszert használt a magyar konyha, hogy sáfrány, szerecsendi, egy csomó minden más, amire ma már azt mondod, hogy hú, hát az micsoda a nemzetközi fúziós világ, holott, hogyha belegondolsz, akkor ezeket a magyar konyha ugyanúgy használta régen, csak ugye utána átmentünk ebbe a hagyma, piros paprika, az, hagyma, az nektek megvolt a gyerekkorotokból ez a fűszer kollekció, amiben volt 20 darab fűszer, és abból a paprikát, a sót meg a borsot használtad, az összes többi beszáradt. Nem, ez nekem nem volt. Nekünk
nekünk ilyen állandóan kapott anyukám, és mindig kaptunk újabbakat és újabbakat, és úgy nézett ki az egész, hogy a 20-ból 17 az becsomag, az semmi, igen, soha senki nem nyújt hozzá, nem is ismertük ezeket a fűszereket, csak a neveket ismerted, de az egri csillagokból kb. És akkor ott volt a bors, a paprika, meg a só, azt ezt kellett állandóan cserélgetni, azokat el is használtuk, de az összes többi az mind ment a levesbe. Igen, igen. Hát ez szerintem még ma is elég gyakori, tehát azért mondjuk az emberek 90%-a szerintem nagyon óvatos a fűszer használattal. Pedig egyébként ugye a paprika az meg csak a törökök után jött. Kérhetsz a római kömény miatt, amit rászabadított. Minden rászabadítottam az egész magyar társadalomra. De ez is tök érdekes, hogy mindig kell ilyen, aki után egy picit lehet menni, mert tényleg kinyílik a világ, igen, hogyha mondjuk csak ezt az egyet, a római kömény mondjuk, mert téged mindig ezzel várnak. Zsófi, ne tegyél már bele, könyörgöm. Igen, a stábban már rosszul volt, tudod, mindig meglátták, hogy készítem elő a római köményt, mondták, na ne. Meg attól mindenek római kömény íze lesz. Hát figyelj, az is attól domináns, hogy így. De Jani, attól függ, hogy milyen arányban és milyen közegben használod. Majd most rendben leszel téve, látod? Igen, tehát hogy nem, attól, hogyha rosszul, tehát hogyha túl sokat használsz belőle, a római kömény az ráadásul tényleg egy elég markáns kesernyés fűszer, de hogyha picit használsz belőle, meg mondjuk petrezselyem, citrom, olívaolaj, vagy paradicsommal. Na most őszintén mondd meg, mi történt, megvett kilóra a római kömény maffia? A római kömény lobby, a nemzetközi római kömény lobby. Nem, szóval, hogy attól minden fűszernél attól függ, hogy milyen arányokban és milyen egyéb hozzávalókkal használod, és biztos vagyok benne, hogy tudnék neked csinálni egyébként olyan ételt, amiben római kömény van, és amire azt mondanád, hogy ez zseniális. Hát akkor komolyan, meg is lesz, hogy a jövő héten kedden van egy római kömény horizontális kóstolót tartunk. Nagyon jó. Egy jó római köményes képviselőfánk. Jó, hát alig vágyok. Na, a kömény után akkor mit keres Mautner Zsófi a Tajpei Nemzetközi Könyvvásáron? De tényleg. És mi ez a fura illatú párfém, amit használsz most? Ezekre, ami umami. Igen, azért ugye az előbb bejött a Jani ide a stúdióba, és azt mondta, hogy tú, te jó. Tehát, hogy ezt nem hallották még a hallgatók. Mert hogy itt azért elég sok minden van íz, itt minden. Keveredik, van itt minden, neked majd mindjárt rátérünk, neked kimondottan egy ilyen készülőben válogatásra. De már nem bírok enni, hogy elnézem. Mindjárt beszélünk hozzá egy csomó kaját is. Így van. De leginkább ebben a fontos, hogy van egy könyv a kezembe, ami én elég sok szakácskönyvet láttam már életemben, ez az, amiből semmit nem értek, mert ez kínaiul van, Mautner Zsófia szakácskönyve kínaiul, magyar ételekről. Igen, igen. Hogy kerültél te oda? Hát messze van, jó kérdés, én magam sem tudom. De az történt, hogy ugye kiadtunk, vagy írtam egy angol nyelvű szakácskönyvet a magyar konyháról, ami kimondottan ugye külföldieknek szól, Budapest Bites, vagy Budapest Falatok a címe, és képzeljétek el, hogy ezt a kiadómnál egy szuper tehetséges zseni nemzetközi vezető, a Sárközi Bence, az ázsiai piacon egy ottani könyvügynökkel végül is addig dolgoztak, hogy ott megvette egy tájban kiadó, úgyhogy egyszer csak decemberben felhívott, és azt mondta, hogy nem fogod elhinni, képzeld el, hogy megvette egy tájvani kiadó a könyvedet, és lefordítják, és ki fogják adni. És ugye most volt múlt héten a Tájpei Nemzetközi Könyvvásár, annak direkt úgy időzítették, hogy akkora tudják kiadni, úgyhogy én most ott voltam egy hétig, és turnéztem a könyvemmel, főzőbemutatókat tartottam. És próbáltad velük megértetni például a Mákos Beiglit, ahogy láttam. Hát a Mákos Beigli, igen, az például az ott nem releváns, tehát ott a Mák az nem ott a mák ott ugye nem nagyon létezik, tehát aha, ott mákot nem fogyasztanak, viszont ami például érdekes, hogy Ázsiában fekete szezám magot például azt nagyon sokat esznek, és az tök hasonló, tehát az ízre pont olyan. Már ilyen kínai desszert, nagyon fura. Egyébként ilyen, egy picit mák jellegű. Igen, tehát mondjuk ezek a gombócok, ilyen rágos gombócok, amiket esznek, és az meg van töltve mondjuk egy ilyen édes fekete szezám magos pürével, az gyakorlatilag szó szerint olyan, mintha mák lenne. De mondjuk desszertben igazából cukros vízben felfőzve. Szóval a desszert az nehéz pálya, pont Ázsiában, mert ott a desszertek ugye nagyon-nagyon mások, majd erről rögtön beszélünk, viszont például a sós ételeknél, a paprikás ételek, a pörkölt, ezek, hát ezeket imádták, tehát megbolondultak a csirkepörköltöt, gombapörköltöt, csináltam akkor galuskát, amiről kiderült, hogy nekik is van egy pont ugyanolyan tésztájuk, aminek az a neve, hogy macskafüle, de szó szerint ugyanúgy tojással, vízzel készítik, csak utána, mint egy ilyen vokos sült rizst úgy de készítik. De azért szeretik a magyar konyhát, mert hasonlít az ő? Egyáltalán nem hasonlít, aha, van egy-kettő van egy elem, ilyen például rengeteg ugye sertéshúst esznek, mindent, ők is fülétől a farkáig minden részét megeszik, ugyanúgy náluk a véres húrka. Náluk hány százalékos a sertés? Azt nem tudom, látod? Szóval esznek, szóval van egyébként elég sok
közös pont is tulajdonképpen, de a legfantasztikusabb az az volt, hogy hát valami olyan hihetetlen nyitottan és érdeklődően álltak a magyar konyha iránt, érted, ami ott nyilvánvalóan pont ugyanolyan exotikus, mint mondjuk nekünk a tájvani konyha, de a Csilláron is lógtak a főzőbemutatóknál, jöttek utána ilyen kígyózó sorok voltak fotózkodni, dedikáltatni, tehát olyan elképesztő, óriási, ilyen naív érdeklődés van minden iránt, ami európai alapvetően, hogy én attól teljesen le voltam nyűgözve. Tehát azért fordítva, hogyha mondjuk ide jönne, nem tudom, egy tájvani gasztroblogger, vagy egy akármilyen no-name gasztroblogger. De ha híres, hát, nem tudok híres kínai szakácsot, érted? Senkit nem tudsz, érted? De se kínai gasztroblogger. Tehát, hogy kvázi neked egy no-name ismeretlen ember ide jön, hát ott senki nincs. Tehát, hogy érted, nem mennek el az emberek az előadásokra, nem vesznek könyvet. Tehát komolyan mondom, hogy szinte ilyen megható érdeklődést mutattak. Én attól teljesen oda voltam. Nagyon ez cukik, a nagyon udvarias kis hajlongatos emberkék ők. Nagyon cukik, óriási ilyen ajándékozási kultúra van, tehát ilyen apróságok, a második nap után volt egy csomó visszatérő közönség meg vendég, és akkor jöttek mindenféle ilyen kis apró ajándékokkal, ilyen gyümölcskultusz, fantasztikus gyümölcseik vannak, és akkor ilyen gyönyörűen becsomagolt gyümölcsöket hoztak, összecsukható evőpálcikát, majomlampiont, tehát hogy mindent igazából. Nagyon-nagyon cukik, szóval annyira nagyon kedvesek, és nagyon kedvesek. Lehet ennek folytatása? Tehát, hogy te híres tájvani főző. Gasztroblogger lesz. Igen, hogy kijön a második könyved a mindent a római köményről. Kínaira lefordítva. Igen, kínaira lefordítva. Ja, kínai. Vagy megírnád az autentikus kínai konyhát. Hát azt nem, én azt hiszem, hogy lehet, hogy azért vannak olyanok, akik nálam ebben picit hitelesebbek. Nem, én azt gondolom, hogy ebben ez is már több, mint amit én ebben valaha beleálmodtam, vagy belegondoltam. Tehát, hogy azért magyar konyháról azt hiszem, hogyha egy könyv megjelenik Tájvánon. Inkább azt remélem, hogy esetleg más piacokon, más országokban még hát ha majd sikereket tudunk ezzel elérni. A fotók is zseniálisak. Nagyon, ja, imádták a fotókat, mert ugye nagyon olyan buja, színe, sok szép virág, nagyon szép a stylingje, ugye ez a csapatomnak köszönhető egyébként. Na, hát akkor ez öröm és bódottság, ahogy szokta az internet népen mondani, viszont érkezzünk meg oda, amiért tulajdonképpen meghívtunk, hogy együnk valamit. A nehéz részhez. A nehéz részhez. Mik ezek az asztalon? Kezdjük a sóssal. Én bekaptam teljesen felelőtlenül megszólás előtt egy darab mogyorót, amiről azt gondoltam, hogy az egy ilyen könnyed kis mogyorócska lesz. A tarkóm is izzadt, ugye? Mert volt rajta valami. Ugye? Na nézzük, akkor azt hiszem, hogy a Laci kirakta a Facebookra, hogy talán látják a hallgatók is. Van egy sós, meg egy ilyen desszertes válogatás. Jani, ezzel neked igen, készültem. Igen, nagyon kíváncsi vagyok. Tehát rá, tőle már megvan az első kérdés, hogy miért kellett kisütni a gumilabdát. kézműves desszert válogatás. Ottani pékségben vettem, de tényleg, tehát hogy ezek kimondottan jó minőségűek. Feri, neked pedig ilyen sós snack válogatás. És egyébek, melyikkel kezdjük ezzel? A sós tállal? Igen, a mogyorónak az a különleg, nagyon jó minőségű a mogyorójuk, egyébként tényleg finomak, és akkor az egyikben ott látod, hogy itt érdekes módon elég ártatlanul a snackben felbukkan néha-néha egy-egy ilyen kis halacska. Szárított halak, mert hogy imádnak sneci konkrétan, ez is ilyen ropogós mandula, kis snecikkel, mert hogy imádnak mindent, ami ilyen sós, ropogtatni való. Ugye ez az umami íz, tudod, ami ez az ötödik nagyon erőteljes ilyen sós, húsos, halas íz, az mindenbe pakolnak. A halat eszed? Aha, csak és? A halat. A ropos neci, nem? Mint egy sósa. Ja. Igen. És amit te kaptál be, annak az a különlegessége, hogy a szecsuáni borssal van összekeverve, aminek az a jellegzetessége, hogy ha azt szétrágod, akkor az teljesen lezsibbasztja az arcodat, mert hogy azt régen egyébként ilyen orvosi célokra használták, hogy a kínai gyógyászatban is, meg minden, és teljesen lezsibbaszt, és plusz ilyen elképesztő nyáltenget. Ez a kínai demalgon. Egyébként fogászatban használták, vagy mi a demalgon, az nem a fogász. Szóval, hogy arra használták pont azért, hogy ilyen fájdalomcsillapító meg. Ez úgy, milyen jó, ez nem? Elég vicces. Ez egy ilyen érzgetés közben tud lezsibod az egész arcot. Igen. Ez egy dinnyemag, görög dinnyemag, ilyen édes gyökeres. Elrapítva. Igen, de ezek igazából az ártatlanok. Ugye van itt még kettő, ez a kis fonal, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt. Ez képzeld el, ilyen szárított tintahal, de finom, tehát ezt megkóstoltam, ez kimondottan finom, ilyen édeskés. Hát gyerekek, ha a nem tudom, az egy a fehér répa, amikor reszeled, ugye? Ilyen cérna gombóc, vagy nem tudom, ilyen igen, hát igen. Nem, édeskés, tehát egyébként szerintem egyáltalán nem rossz. És ugye az érdekes, hogy ők
hogy na, rágásra visszatér vagyok, mindent imádnak, ami ilyen, ilyen textúra meg állag. Tehát ott óriási kultusza van annak, hogy egy ételnek nem csak az íze fontos, hanem hogy tudod, rágni lehessen, minél kocsonyásabb, remegjen, rezegjen, minden történjen vele, és erre kimondottam, van egy szavuk is mindenre, ami jó, tehát rágható, meg ilyen kocsonyás, arra azt mondják, hogy Q, this is so Q, ez nagyon jó, a chew angol szóból, ami rágni, aha, ugye azt jelent, abból vették át, és hogy ez kimondottan egy fontos szempont náluk, hogy az ételeknek nem csak az íze meghatározó, hanem hogy annak milyen a textúrája, tehát például ilyen húsos ételeknél is minden sokkal rágósabb, mint amit mi szeretünk egyébként, a nem ilyen puhák a húsok, mert hogy imádják, mindenre levesbe is ráraknak ilyen nyúlós, mindenféle golyókat, akkor a desszertnek nem fogod látni, ezek is ilyen rizslisztből vannak, ami ilyen elég nyúlós, meg ilyen kocsonyás állagot eredményez, tehát ott ez a textúra, ez nagyon-nagyon fontos. Van ez, és ez, ezt megkóstoltad, ez kimondottan finom, ez gyakorlatilag egy ilyen mandulás, mondjuk sertés ostya, nem tudom, hogy az elég szexi. Mandulás sertés ostya. Ez valószínűleg mandulás, a gyártási sertés, folyamatnál ők húspogácsát akartak csinálni, csak beleesett a mandula, tudod, és túlnyomták. Egy de ilyen ez vékony finom ropa. Szerintem, ez finom. Tehát ez olyan, mint egy ilyen karamellizált békön igazából, kicsit édes, kicsit sós, tehát mondjuk ezt egy, nem tudom, túros tésztára simán rá lehet szórni, mint a mi... Akkor ezért vonzódnak ők a mi kultúrákhoz, mert állok is, hogy tényleg, ahogy mondtad, ennyire domináns mondjuk a sertés. A sertést imádják, tehát annak minden részét, akkor találkoztak, hogy ilyen éjszakai piacaik vannak, ott esznek, azok szuperek, és akkor ott például az egyik stannál láttam véres hurkát. Tehát, hogy konkrétan ők rice cake-nek, tehát ilyen rizs sütinek, vagy rizs tocsnénak nevezik, ugyanúgy a sertés vérrel van összekeverve, öt fűszerrel van fűszerezve, ami ugye szintén édeskés, ugye véres hurkánál nálunk is ilyen szegfűbors, meg ilyen édes fűszerek szoktak benne, és akkor le van préselve egy ilyen kis téglalapra. De konkrétan véres hurka. Milyen érdekes egyébként, hogy ehhez képest például a japánok, azok még vakaroznak mindenféle ilyen sertéses dologra. Láttam egy olyan tévéműsort, japán tévéműsort, ahol Magyarországot igyekeztek bemutatni, és persze természetesen ugye kitértek a magyar gasztrokultúrára is, és itt fent a jobb sorokban lehetett látni a közönséget, hogy mit szólnak ahhoz, hogy nálunk a csarnokban disznózsírt lehet kapni, és hogy töpörtyűt esznek, meg tepertyűt esznek az emberek, és végük volt, fogták a fejüket, volt, aki rosszul volt, volt, aki hüledezett, teljesen ki voltak tőle készülve. Egyébként például pont pedig a japánoknál, meg az ázsiaiaknál ennek azért van kultusza, tehát sert és zsírt azt használnak. Igen, de a tepertővel nem tudnak mit kezdeni. Azt na, még gyorsan az édességekről, akkor néhány szót, hogy igen, a János öröme is kell legyen. Kérlek szépen, itt van minden, ugye a kettő, ami gusztábban néz ki, az annak az a neve, hogy mocsi, az ilyen rizstésztából, rizstészta, vagy rizslisztből készül, ilyen nyúlós, és az egyikben mogyoró van, abban, amit vágsz, de jó, hogy pont azt vágod, de úgy vágd, hogy a töltelék is látszódjon. Ja, töltelék is van benne, mert ugyanis tudod, mi van benne, vörös babpüré. Azt a mindenit. Tehát úgy képzeljétek el az egészet, hogy olyan, mint hogyha lisztbe vagy hintőporba hempergettek volna meg egy illatos radi. és az íze is olyan. Pont olyan is, de hogy a vörös bab, az pedig pürének olyan, mint hogyha gesztenyét ennél egyébként. Visszatérő vendég leszek, hogyha lesz Magyarországon. Tájvani cukrászja. Csak oda van. A nagy rózsaszín mi? A változatosság kedve, abban is vörös bab püré van, és az egy kifejezetten születésnapra időseknek szokták adni, úgyhogy gondolom, hogy ez a Janinak ez egy tökéletes ajándék lesz. Igen. Szóval a vörös bab az, ami szerintem, tehát az nekem például egyáltalán nem ízlik, megkóstoltam ott is többet. Hát ők meg teljesen rosszul vannak attól, hogy a babot mi például ugye levesnek vagy húsokkal készítjük, mert ott a babot csak desszertbe használják, kvázi mint egy gesztenye, ahogy nálunk is nagymamám mindig szokták. Mesélte, hogy régen, amikor ugye olcsó, nem volt gesztenye. Most és is akkor... csinálják, csak nem bolják be. Ja, a gesztenye pürék is bab, mert hogy tök hasonló ugye az állaga, meg az ide. Jaj, de ne csak már, hogy a tésztát így... Hát de Jani, azt szeretik, tudod. Jani, picit bátortalan vagyok. Igen, azért szeretném látni, hogy rendesen a közepébe belevágsz. Ez a sütemény még tényleg konkrétan úgy néz ki, mint hogyha közel pattant volna a gumilabda a pályához, és ott hagyták ez volna. Ez kérlek szépen, ez egy őszi barackot szimbolizál. Aha. Egyébként tényleg. Az nagyon sok ilyen szimbolikus tartalma. És gyorsan még azt elmondom, hogy a szuper cuki új tájvani barátaim, a kiadó, akikkel ott jobban lettem, mondták, hogy mindenképpen mondjam meg a magyaroknak, hogy azért nem csak ilyen hülyeségeket esznek, nem csak ilyen hülyeségeket esznek, hanem nagyon jó a konyhájuk, és ezt tényleg meg tudom erősíteni, mert mondtam, hogy hozok ilyen bizarr sztekeket, mondták, hogy na jó, de azért mondjam meg a magyaroknak, hogy egyébként fantasztikus a konyhájuk. Ha ettetek már szart, ez a... Ne! A
ahogy te dicsérsz, nem dicsér úgy senki. Pedig az, ez, ez egy kézműves drága termék. Mi van? Tudod, milyen sokba kell? Az datolja püré egyébként, azt hiszem. Jó datolja pürére ilyet mondani, fúj. De az édes ráadásul, nem? Önmagában még nem egy élmény, de hú, ez borzalmas. Mautner Zsófi, köszönjük szépen, hogy jöttél, köszönjük szépen az ügyességeket. Falatozzál, nyugodtan, legközelebb megígérem, hogy egy római kömény. Ne. A tájvani nagykövetség kérjen elnézést. 8 perccel múlt el, 8:30, a hírek után jövünk vissza. 1 perc múlva lesz 8:45. Zsófi, mondd ki még egyszer azt, hogy csöcsök. Hallgatói hozzászólás volt, köszönjük szépen. Igen, hát ugye Zsófi ezt az oldalukat nem, vagy nem annyira ismerte. Úgyhogy őt meglepte ez a témakör. Imádtam, jó, meg jókat hozott. Hát még itt próbáljuk feldolgozni az íz élményt. Ha valaki erre jár az Üllői úton, akkor ugorjon be egy falatra, nagyon szívesen látjuk, mert igen, maradt még. Általában azt szokott, hogyha bármiféle gasztro témák van itt a műsorban, és utána hoznak, vagy annak kapcsán hoznak kóstolókat, akkor műsor után igen, 9:45 magasságában megjelenik az összes osztály az épületből, és mindenki fel fog zabálni mindent. Hát lehet, hogy marad belőle egy kemény. Szerintem igen. Érre, van egyiket, ami nagyon finom, mert ez a tájváni demalgonos mogyoró, az nagyon az kellemes nagyon egyébként, de az összes többi miatt szerintem majd le kell vakarni a falról a tapétát, és újra kell festeni a helyiséget. Tényleg, a Zsüli imádja ezeket, jön, eszeget, csipeges. Zsüli az nagyon bátor. Egyel a fűrtojásból is. Az nagyon finom. Az nagyon fincsi. Mesélték. Én megkóstoltam a fűtés, nem túl erős. Na kérem szépen. Ha vannak olyan tájvaniak Magyarországon, akik beszélnek egy picit magyarul, ne erőltessétek a desszerteket, jó? Nem kell nektek édesség, nem. Hagyjátok a fenébe. Bármit vegyetek meg, bárhol másut, mint egy ilyen étteremben. Na megyünk tovább, ugyanis pályaválasztási nyílt napra várja a Fővárosi Nagycirkusz ma pedagógusaikkal együtt azokat a diákokat, akik az előadó művészeti pálya iránt tehetséget, elhivatottságot éreznek. Hát kérem szépen, nem hát lehetünk el a hír. Minket nagyon érdekel a téma, mert hát ugye aki régóta hallgatja a Morning Show-t, az tudja, hogy van köztünk valaki, aki erősen vonzódik, pontosabban nem is ugyanolyan, hogy vonzódik, hogy nem, figyelj, megmondom, miről van szó, szerintem ott van egy nagyon nagy adag elfolytás. Tehát itt valójában ez egy vonzalom, nem gyűlölet, nem távolságtartás, nem arról van szó, hogy ő nem szereti a bohócokat, hanem valójában ő imádja a bohócokat, és azért tudjuk nagyon jól, hogy bohócnak lenne ez egy nagyon komoly hivatás, nagyon komoly szakma, arra rá kell készülni, ott azért az embernek, artistának is kell lennie, nem csak arról szól az egész, hogy van egy ilyen műanyag virág a kabátodnak a hajtókáján, oda visz a kisgyerekhez, és aki gyanútlanul várja, hogy mi lesz a poén, és akkor arcon spriccele. Tehát, hogy nyilván nem csak erről szól az egész. Szerintem az az ember, akiről mi beszélünk, és akinek a nevét sem kell kimondani, az ember valójában mindig is szeretett volna. És valamiért lehet, hogy a múltjában van valami egy ilyen sötét, vagy egy ilyen nagyon kellemetlen élmény, amiről ő nem beszélt korábban, lehet, hogy ő annak idején felvételizett az artista képzőben, nem vették fel, benne. Igen, aha, nem vették fel, lehet, hogy nem volt elég vicces, és akkor ezért alakult így ez a dolog, hogy most már gyűlöli őket, de valójában szerintem ez egy oldhatatlan szerelem inkább. Hát, lehet, hogy ő már most ott van ezen a nyílt napon, ezért nem jött ma. Tudod, hogy kipihenten frissen mehessen el a nyílt napra. Nagycirkuszba, de már meg is kérdezzük Fekete Pétertől, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatójától, hogy látta-e Sebestyén Balást. Jó reggelt! Szia! Jó reggelt kívánok! Én ma reggel arra jártam, körülnéztem, kerestem a helyét, de nem láttam még ott. Lehetséges, hogy a sor végén áll valahol. Még egyszer utána nézek, hogy várható elő, hogy érkezzen a nyílt napra. Van egy felső korhatár? Tehát, hogy van esélye még Balázsnak arra, hogy esetleg valamikor a közeljövőben bohóccá válhasson? Van nekünk egy ilyen jelmezraktárunk, ahol ő tud 10-12 éve a gyereknek öltözni, és akkor be tudja csempészni magát a sorba. Nem veszük majd észre, hogy ő túlkoros. Na Péter, tényleg ekkora a baj? Tehát, hogy kell az utánpótlás? Ennyire nem jelentkeznek, nem akarnak az emberek, mert bohócok, artisták, nem tudom, ugrókötelesek, porondmesterek, kikiáltók lenni, vagy jegyszedő nénik?
bajról szó sincsen, inkább a pedagógiai felelősség. Pályaválasztásra orientálni egy tanárnak egy gyereket, az egy nagyon komoly felelősség, és akkor tudjuk elvárni, hogy egy tornatanár vagy egy osztályfőnök meglássa az ő környezetében lévő gyerekben a hajlamot, hogyha megmutatjuk nekik, hogy itt mire van szükség, és mit lehet várni ettől a pályától. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ma tartunk egy olyan előadást, ahova ingyen eljöhetnek azok a gyerekek, akiket a pedagógusuk vagy az osztályfőnökük hoz, hogy beszélgessünk róla, hogy miről is szól ez a pálya, mit kell ehhez tudni, milyen energiákat kell befektetni, és mit lehet a végén nyerni azzal, hogy valakiből artista lesz. Bárki lehet, vagy kell hozzá különleges testi adottság. Azért én a legutóbbi cirkuszos élményem, az várja, mondom neked, májusban voltunk a srácokkal, hát azért ott, ha arra gondolok, hogy én most a negyedikes Ferike vagyok, így visszagondolok saját magamra, nem láttam magam a kötélen. Igen, hát nyilván, hogy egyfajta fizikai alkalmasságra szükség van, de az elhivatottságra, az akaratra, a meg akarom mutatni magamat érzésre, arra nagyon nagy szükség van. Olyan különböző szerteágazó ágai vannak az artista szakmának, hogy van, aki a hajlékonyságával, de van, aki az erejével, van, aki a küzdősportok területén összegyűjtött korábbi tapasztalataival és az addig befektetett munkával tud aztán jó artista lenni. Pont ezt fogjuk ma délután elmondani azoknak, akik érdeklődnek. Miért? Meg kell verekedni egymással az esti matinéért? Vagy egy a küzdősportos... A küzdősportot azért említettem, mert nagyon érdekes, mindenki azt gondolja, hogy csak a tornából várjuk meg a ritmikus sportgimnasztikából az artistákat, de igenis egy alsó embernek, egy untermannak például egy csoportban, ott olyan fizikumra van szükség, aki mondjuk ezt egy karaté edzésen, vagy egy birkózó edzés sorozaton, amit ő hosszú éveken keresztül űzött, mint sport, onnan nagyon jó alapokat tud magával hozni. Tehát a küzdősportok azok kifejezetten jó alapot jelentenek az artista pályához. Akkor nektek gyakorlatilag egy aranybánya lehet az, hogy mostanában mit tudom én, olyan nagyon népszerű tevékenységek vannak, mint ez a parkőr vonal, vagy például az ilyen street gym-es dolgok, amikor ugye utcán mindenféle ilyen különböző ilyen erőmutatványokat végeznek a fiatalok ilyen nagyon egyszerű eszközökön, például játszótereken, vagy pedig számukra készített ilyen helyeken, nem? Bizony, innen tudunk meríteni, meg hát a sportból tudunk meríteni, és hát kell tudni a gyerekeknek, hogy mi ebből a csillogás rész, és még mennyi munkát kell befektetni ahhoz, hogy ebből aztán a végén szám legyen. De ez ma lehet jövőkép egy gyereknek, ez, tudom, hogy ez így rosszul hangzik ez a mondat, de hogy a cirkusznak a létjogosultságáról már nagyon sokan beszéltek, a cirkusz működik maga, mint szórakoztató ipar, de hogy ez ma egy reális jövőkép lehet valakinek? Hogy ő lehet az egyik Holovác? Hát jelenleg 8 fiatal dolgozik a Cirque du Soleil különböző produkcióiban. Több száz fiatal van szerte a világban, nagyon jó pénzt keresnek, és nagyon megbecsült emberei vagy személyiségei az artista művészetnek, a cirkusz művészetnek. Tehát 8 fiatal alatt, bocsánat, 8 magyar fiatal. 8 magyar fiatalról beszélek. Így van, aki Magyarországon kezdett el valamit az artista művészettel kapcsolatban csinálni, vagy az artista képző iskolába végzett, vagy a sportból szippantották el az artista a casting direktorok. És mást nem is kerestek most, vagy most nem is mutattok meg más, csak az artista létet. Tehát ha valaki mögött tényleg poronmester akarra lenni, tisztelt hölgyeim és uraim, többre tett tast, nem így? Nem voltam jó? De jó voltál, túl jó. Tehát erre most nem lehet jelentkezni. De nagyon izgalmas, amit mondasz, hiszen pont most fogjuk bejelenteni, hogy szeptembertől minden gyereknek, aki nálunk végez, szeretnénk egy második szakmát is adni. Hogy amikor majd 40 évesen, 45 évesen már nem lesz olyan hajlékony, a teste már nem tudja végrehajtani azt a mutatványt, amire ő egész életében készült, és amivel jó keresett addig, utána legyen egy második lehetősége, föl tudjon menni a fénypultba, ki tudjon állni, tudjon háttérszakmába, a cirkusz és színházi háttérszakmák képzését is elindítjuk, és mindenkinek adunk egy ilyen plusz szakmát majd a jövőben. Na hát akkor kettő is egyszerre. Mennyi a képzés, mennyi idő? Ugye ott be lehet különböző szinten csatlakozni. Most 10-12 éves gyerekeket keresünk, de aztán a felmenő osztályokban, főleg a fiúk ágán vannak lukak. Tehát el tudjuk képzelni, hogy valaki 13 évesen, 15 évesen, akár 17 évesen, ha jó fizikumú és fiú, az becsatlakozzon az artista képzőbe, és aztán 19 évesen egy szakmával és egy műsorszámmal kerüljön onnan ki. Nem rossz. Nagyon jó. Nem tudom, hogy mennyire ismersz bennünket itt testalkatilag. A Balázs ugye a
magyar átlag, a Jani egy picit alatta van, én meg nagyon sokkal fölötte, hogy igen. Milyen számot tudnál nekünk hármunknak kitalálni? Feri nagyon sokat állt már kézen. Hát valaha. A kézen álló bohóc számra és egy fejen álló állatidomár számra csak ki kell választanatok, hogy ki idomít ki a következő számba. Aha, jó, és van-e kölcsön oroszlánotok, akkor még ezt kéne letisztázni. Hármótok nevét dobjuk be a kalapba, kihúzzuk, hogy ki fogja ma este az oroszlánt játszani. Jó van. Péter, köszönjük szépen, Fekete Péter a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, akkor nagyon jó nyílt napot kívánunk, és gyönyörű utánpótlásokat nektek. Szép napot, szervusz. Köszönjük, hello. Köszi viszont. Mert mi is jók lennénk, szerintem. Én állnék alul. Nem, te kell született porondmester vagy, te neked nem kell szerintem semmit csinálni, sem érlegállást, se bukfencelni, se ott a manésba ugrabugrálni. Nem, te bejössz és mondod, és kapsz egy ilyen idét, egy ilyen kis a kackás műbajuszt, mint ezt annak idején a Szervusz Szergej című ifjúsági műsorban, érted? Jó, de szép kép van még. És szerintem működhetnél. Balázsnak pedig ott van. Ott van ugye a régi álom. 6 perc múlva lesz 9 óra, jövünk a friss hírekkel, utána pedig jön a nyílt óránk, vagy a nyílt fél óránk, fogalmazzunk inkább így, amikor is ugye föltehetitek a kérdéseket, és ahogy Jani szokta fogalmazni, őszintén vagy őszintének tűnően próbálunk rá válaszolni. Bármit kérdezhettek, tényleg. Ez a rovat nem marad el a mai napon sem, tehát jöhetnek már a kérdések az SMS falunkra, és akkor a következő órában majd megválaszoljuk, és természetesen lesz hármas ugrásunk, ennek a beugróját pedig most mutatjuk meg. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Aha, elég sűrűnek tűnik, úgyhogy szerintem még egy esélyt adjunk ennek, jó? Mennyi van meg belőle? Nem sok, mert már, hogy hívják, a szemem is folyik a halszaktól. 0-6-76-45-00-00 az SMS számunk, legalább két dal vagy két előadó kell az előbbi mixből, ezzel lehet bekerülni a játékra, és kérdezhettek is, a következő fél órában mindenre megpróbálunk őszintén válaszolni. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 8 perc elmúlt 9 óra. Ételt akarok stylingolni. Igen, mit csinál. Ez a néni? Hát nem tudjuk, mit csinál. Azt igazából nem is nagyon érdekel minket, inkább az érdekel, hogy mit csinálna, vagy mit csinálnánk vele. Nem tudjuk sörös meghívni. Ennyi kajás téma nem fér be. De jövő hétre befér. Talán. Ő nagyon befér. Elnézést, közben mit nálunk megy ugye az egyik televízió csatorna reggeli műsora. Bezonyám. Kicsit oda néztünk. No. M3-as, 73-as kilométer baleset Nyíregyháza felé. Üdvő Gyula. Mérik a sebességet Budapesten a harmadik kerületben, a Bécsi úton, a Szent Margit kórház felé. Ezek jöttek, ezek a legfrissebbek, köszönjük szépen. Ami továbbra is nagyon fontos, hogy nem bolyhos tőgy, és nem is a molyos hölgy, hanem molyhos tölgy a megfejtés, tehát Bátaszék legöregebb fája egy molyhos tölgy, amit nagyon-nagyon szeretnénk eljutatni egészen a győzelemig az Európai Évfája 2016 vetélkedésben. Jelenleg titkos szavazás folyik, de 29-én még leadhatjátok a szavazatotokat, hogyha azt szeretnétek, hogy egy magyar fa nyerje meg ezt a versenyt. És ha már az internet világában gabajgunk ugye ezzel a szavazással, akkor meg kell említsük, hogy Polgár Peti a Hunadalhoz elkészítette a videóklipet. Nagyon sajnáljuk, hogy nem vagyunk benne. Péter, nem picit volt szép, hogy kihagytál bennünket. Mondjuk nem hívtál bennünket, és nem is vállaltuk volna, de most ez mindegy. Igen, és jobb később, mint soha, mert szerintem egy picit késve érkezett meg ez a dolog, mert hogy ugye ez már talán, nem is tudom, már 3 hónapos a dal. A Hunadal kb. 3. Minden esetre a lényeg, hogyha felmentek a Facebook oldalunkra, akkor ott megtaláljátok a klipet, illetve onnan át tudtok rögtön linkelni a legnépszerűbb videó megosztó portálra, és meg tudjátok nézni. Szerintem már meg is nézték, vagy cirka 10 000-en. Már az új klipet. Aha. Igen, a másikat azt már szerintem legalább 600 000. Jó, akkor fölmegy az 1 millióra most persze, a klippel. Persze, egyetemben persze. Nagyon jó lett, Peti. Soha ne felejtsd el, hogy lemondtatok a jogdíjról. Sajnálom. Akkor az egy olyan pillanat volt, hogy azt kellett mondjuk, vitt, Peti. Jó ötletnek tűnt. A pillanatilag tisztelt bíróság, de ma már nem az. Mindjárt válaszolunk a kérdésekre, nagyon sokan jöttek, de van egy kötelességünk már magunk miatt és a filmrajongók miatt is. Oscar gála lesz ugyanis a 88. méghozzá a hétvégén, és 27 év után ugye ismét szerepel magyar film jelöltek között, erről már nagyon sokan beszéltünk a Saul fia című alkotásról és az alkotókkal is. Most pedig velünk van egy ifjú Oscar rajongó,
egy gasztro helyet, nem, de egy Oscar blogger, vagy egy filmblogger, ez a pontos Katona Andor, Szevasz Andor, bocs. Kicsit rábacsúszok fejjel a fébe. Kicsit elkajáltuk itt az időt az előbb a Mautner Zsófival, és most pedig a szőke hölgye. Hát aztán a fere se tudja, nem? Nincsen véletlenül gasztro blogod is? Hát gasztrovonálon annyira nem vagyok. De enni szoktál, Andor, ugye? Enni azt szoktam. Tudtam én. Tisztázzuk rögtön a legelső és legfontosabb dolgot. Leonardo DiCaprio kap végre Oscart, hogy lenyugodjon ez a fiú, mert én azt látom, hogy már ő meg van zavarodva emiatt, hogy csak neki nincs a barátai közül. Hát jó hírem van, kapni fog egy Oscar. Igen, ez a gála valószínűleg arról lesz majd híres, hogy ez lesz az a gála, amikor Leonardo DiCaprio végre megkapja az Oscar díját. Egyébként ez már a 6. jelölése, ugye az 5. színészként, és hát legalább mondjuk ennek a dupláját is megérdemelte volna már az eddigi karrierje során. Hát az utóbbi 3-4 filmje közül kb. 3-4-et lehetne mondani, miért megérdemelte volna az Oscart. Fura, hogy pont a legújabb kapcsán nem annyira, vagy legalábbis nem annyira jelentős. Ezért a filmért most azt mondjátok, hogy nem érdemelni? Hát a Wall Street farkasáért szerintem, de ez az én véleményem, ez privát, privát vélemény, szerintem jobban megérdemelte volna. Andor? Én azt gondolom, hogy mind a kettőért megérdemelné, és megérdemelte volna az Oscart. Én nagyon szerettem a Visszatérő című filmet, és szerintem zseniális alakítást nyújtott benne, hogy ez egy nagyon nehéz szerep volt, annak ellenére, hogy vagy amellett, hogy mennyit szenvedett a filmben. Uh-huh. Lényegében akkor legyen Zsűr a mérlegnyelve. Zsűr szerinted? Megérdemli, jó, szerintem. Zsűr szerinted, nekem van igaz. De miért szenvedett? Mit kellett csinálni ebben hiszen a filmben? Hiszen az egész film története ugye olyan egy bosszú történet, ahol a főszereplő megsérül, megölik a fiát, majd nagyon rettenetes körülmények között, nem spoilerezem el a végét, de megpróbál ezért bosszút állni, és maga a forgatás is nagyon szenvedős volt, nagyon hidegben forgattak, nagyon sokáig a színészeket is nagyon kemény próbálni állította, és amellett egyébként, hogy egy ilyen nehézsége van a filmnek, ez szinte teljes egészben egy egyszereplős film, ahol DiCaprio-nak dialógusok nélkül kell megteremteni egy karaktert, és azt gondolom, hogy remek munkát végzett, úgyhogy nagyon meg fogja érdemelni. Andor... De én inkább mindig is azt éreztem, hogy szerintem nem is ő is akarja biztosan ezt az Oscart, de igazából furcsa ez az őrület, ami lett körülötte, hogy mindenki szeretné kiharcolni neki. Andor, pont az új DiCaprio film kapcsán jutott az eszembe, hogy van olyan kisebb díj, amit például a kéteringesek kapnak meg, akik ott vagy hiak másfél méteres hóban húzták a büfékocsit maguk után, hogy mindig legyen megfelelő ellátás a színészek és meleg a tea. Sajnos ilyen díj nincs. Ilyen háttéremberek Oscaria, lehetne egy ilyet adni. Mert a kaszkadőrök azért kapnak. Ilyen díjaznak, de csak a technikai kategóriákban, és ott a catering külön nincs ki, mert Weber valóban megérdemelte volna a Visszatérő ezt a díjat is. A legjobb férfi főszereplő jelöltek között, ha nagyon magadban nézel, van-e jobb, mint Caprio? Én azt gondolom, hogy nincs, bár én Michael Fassbendernek is nagyon szívesen odaadnám ezt az Oscart, mert remek alakítást nyújtott a Steve Jobs című filmben, ahogy általában minden filmjében, úgyhogy ő is megérdemelné nagyon, de azt gondolom, hogy még várhat egy picit, és ez most tényleg DiCaprio legyen. Én vagyok itt ugye hármunk közül a gyári hülye filmügyben, ezt én szívesen vállalom is. Őt láttuk már valahol? Láthatok-e, mert vagy korábban Oscar jelölt például a 12 év rasszolgásság című filmért. Így kell erőset kérdezni. Már mondja is. Ő David a Prometheus. Az Éjszék című film mellett ismert, aztán a Séma szégyentelen című filmben nyújtott elképesztő alakítást. Ő azért most eléggé ott van. Uh-huh. De azt mondod, hogy ráér még, ugye? Igen. Tehát két-három évet még. Én azt mondom, hogy ő még rá. Viszont a DiCaprio-nak szerintem az a rossz hír abban, hogy most megkapja az Oscart, hogy általában, aki ilyen sokat vár, és megvárakoztatják, azt aztán elintézik egy díjjal, és soha többé nem fog megint Oscart kapni. De könnyen előfordulhat, szoktak ilyet csinálni, úgyhogy... És kész van már a kandallója, vagy a medencéje, aminek a partját fogja ékesíteni vele? Nálam van valami információ arra, hogy hova fogja tenni? Nem, nincs. Még azt általában utólag szokták elárulni, hogy hova teszik az Oscar szobrukat. Viszont egyébként, ami még érdekesség, és amire szintén rápörgött a net, hogy ugye a Titanic két sztárja, DiCaprio és két Winslet is jelölt a most vasárnapi jelen. Ráadásul két Winsletnek is van némi esélye arra, hogy nyerjen Oscart, úgyhogy most mindenki azt szeretné, hogy ők együtt lehessenek győztesek, és ez milyen szép romantikus folytatása lenne a 18 évvel ezelőtti történetnek. Legjobb film? Én abban is azt gondolom, hogy a Visszatérő lesz. A Visszatérő estéje lesz ez. Meg fogja valószínűleg kapni ezt az Oscart, bár ez a kategória nyitottabb, mint általában. A Spotlight című filmnek is van esélye, illetve a Nagy Dobás című film lehet még az a meglepetés. Mad Max-et nem is tartod esélyesnek?
Hát azt nem is értjük, hogy hogy kerül ide. Hát, én értem, én nagyon szerettem a lezenet. Én tökre örülök neki egyébként. Hát ugye most mondjuk az elmúlt évek gyakorlatához, vagy ahhoz képest, amit az elmúlt években megszoktunk, azért ez a mostani Oscar abban is különbözik, vagy más, vagy jobb, vagy izgalmasabb mondjuk az átlagos mozinéző számára, hogy itt azért vannak igazi nagy blockbusterek is. Tehát nem csak ilyen pár tízezer dolláros művészfilmek, hanem igazán nagy filmek, amik igazán sok pénzt hoztak a stúdióknak, meg a színészeknek is. Ilyen például az új Mad Max is. Így van, és a Mad Max film szerintem egy nagyon nagy teljesítmény, és egy igazi csoda, hogy tényleg egy szintiszta akciófilmként el tudott jutni ideig. Ez kellett, hogy a kritikusok imádják és ódákat zengjenek róla. Én nagyon örülök a Mad Max sikerének és a jelöléseinek, és szurkolok is neki, de a legjobb film kategóriában nem tartom esélyesnek. Igazából ettől függetlenül lesz Oscar, én szerintem 4-5 technikai díjat biztos, hogy begyűjt majd, illetve nagyon szurkolok a rendezőnek, George Millernek, aki 72 éves korában rendezett meg egy ilyen elképesztő akciófilmet, ami szerintem a legnagyobb teljesítmény az idei évben. Ha jól tudom, az összes Mad Max filmet ő rendezte, ugye? Így van, ő rendezte mindegyiket, de hát ugye jó sok időt telt el az utolsó óta, és azóta olyan filmeket rendezett, mint a Táncoló Talpak 2, úgyhogy ezért ez egy nagy visszatérés. Igen, az is durva nagyon. Ott, ami folyik, az a tömény 90 perc. 90 perc, csatak vér. Ilyenkor már mindig jönnek az adatok, hogy ennyi kaviár, annyi pezsgő, a helyszínre most a biztonsági őrök, és így nézték át, és a vörösszőnyeg. Tudsz ilyenekkel szolgálni nekünk? Tehát van most... Hát, szerintem ami egy kifejezetten csemege, és ami érdekesség mindig az Oscarral kapcsolatban. 60 kiló óvszer. Hát az biztosan van. Ez csak utána. De a kaján meg mindenen kívül, ami nagyon érdekes, és mondjuk DiCaprio is, hogyha esetleg ismét hoppon marad, azért nem kell búsulnia, mert ugye a veszteseknek jár egy nagyon nagy csomag, egy úgynevezett vigasz csomag, ami több mint 50 millió forint értékű egyébként, hiszen ők rászorulnak erre, hogy mindent kifizessenek nekik, és ebben van a luxusutazástól elkezdve az egészen intim segédeszközökön át, plastikai műtéttel, az intelligens WC-papírig minden. Az mi? Várjál, az mit tud az intelligens másik? Fogalmam sincs, de intelligens WC-papír van. Aha. Tudom. Az még nem végezt, nem mondta a WC-papír. És ez újdonság, nem volt eddig ez a csomag, de ugye? De ez szokott lenni, csak mindig más van benne, mindig más van a csomagban, de ezt megkapják a vesztesek, és ilyen szempontból mondjuk, aki a legjobban járt eddig, az John Williams, akinek rekordszámú 50. jelölése van az idei Oscaron, a Star Wars 50 segédeszköz. És ő már 45-ször veszített korábban is, tehát hogy tele van a parlás intelligens WC-papír. Így van, úgyhogy ő már egy szép kis csomagot gyűjtött. Még egy nagyon-nagyon számomra, de egyébként mindenki számára, akik ezt a zseniális mimikátlan arcú embert szeretik, mi a helyzet Sylvester Stallone-nal? Lehet, hogy megkapja a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar díjat? Mert ugye a Golden Globe-ot megkapta a Creedért, az Apollo fiáért. Én azt gondolom, hogy jó esélye van, hogy megkapja az Oscar díjat, ami egy igazi szenzáció, mert alapból az rekord, hogy ő 39 évvel az első Rocky film után jelölt ismét ugyanazért a szerepért Oscar díjra, ami tényleg nem volt még soha korábban, és én úgy érzem, hogy most nagyon kedvez neki a helyzet, és ő meg fogja kapni ezt a díjat, bár van kihívója és van konkurenciája, de szerintem szeretnék őt látni a színpadon. Én annyira örülnék neki, hogy a nagy négyek közül Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, a Sylvester Stallone közül valaki végre odaér. De ne legyél gorosz, mert egyébként én se gondoltam volna mondjuk még egy évvel ezelőtt, hogy azt mondom, hogy Sylvester Stallone Oscar esélyes, de hogyha azért megnézzük a Creed Apollo című filmet, akkor inkább az a megdöbbentő, hogy mit csinált az elmúlt 30 évben. Igen, hogy azt hagy. Igen. Játszani, igen. Tehát, hogy igen. Egészen megdöbbentő, hogy nagyon jó alakítás. Te lehet, hogy ő az egyetlen, aki ugye a plasztikai sebészettel pont a fordítottját érte el, hogy működik az arca. Ugye, hogy eddig nem volt, eddig volt ez a picit a bal oldal lefittyen, vagy a jobb oldal az ajkának, már nem is tudom, tudod, ez a Stallone és nézés, azt tudta, az zseniálisan 39 évig, megműtötték, puff, visszajött. Ott elkezelte a szájsebész az arcát. Igen. Tehát ott valami komoly probléma, mert én megmondom őszintén, nagyon várom azt a pillanatot, amikor az első sorban majd felugrik Michael Dudikoff, Don Dragon de Wilson, Steven Seagal, és... Yes. Hát most megnyílik a lehetőség. És elkezdenek tapsolni. Egyébként érdekes, mert ugye nem csak az Oscar lesz most hétvégén, de az Aranymálna díjat is most adják, ezt előtte este szombaton a legrosszabb
filmeknek járó díjat, és ott egy külön kategóriát hoztak létre, amit talán úgy lehetne lefordítani, hogy a felmentő kategória, amikor azokat, akiket sokat díjaztak az elmúlt évben legrosszabbként, ezeket most így kvázi megkövetik, és azt mondják, hogy visszahelyezik régi fényebe, és újra elismerik nagyságukat, és ez szövetetlenül nagyon esélyes, hogy őt bár halálra díjazta az Aranymálna az elmúlt X évben, de most adnak neki egy értékes díjat ott is. Egy mondatra van még időnk, és nyilván magyar emberként nem is mondhatunk mást, mint hogy... És el is mondta ezt a mondatot Feri, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. De nem, hogy lehet szépen? Most pont azt akarom mondani, hogy vonatkoztassunk el ettől az érzelmi töltetünktől, de hogy a Saul fia odaére. Oda kell, hogy érjen. Nem akarok, tényleg nem akarom, hogy előre ígyunk a medve bőrére, de azért papírforma szerint és minden szerint a Saul fia kategória nagy esélyese. Igazából messze el van maradva a másik négy film mögötte, bármilyen előrejelzést nézünk, és azt gondolom, hogy nagyon megérdemelten is nyerni meg a díjat. Egy dologtól félek, hogy ebben a kategóriában azért voltak már korábban nagy meglepetések, például az Amelie csodálatos élete, vagy a Faun labirintus is nagy esélyesként elvérzett itt, de én bízom benne, hogy most nem fog megtörténni, és tényleg 1981 után másodszor. És visszahívunk, Andor, hétfőn visszahívunk, ha nem így lesz. És megtalál. És megkeresünk, tudjunk, vigyázz, rendben. Nagyon figyelj. Katona Andor, köszönjük szépen neked, hogy rendelkezésre álltál, akkor vasárnapi izgulást, aztán reméljük, hogy hétfőn ünneplést, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, szia. No kérem szépen, akkor jöjjenek az azonnali kérdések és azonnali válaszok. Nagyon sokat írtatok. Mondom, én azt szeretném kérdezni, hogy most, hogy nincs Balázs, lesz-e reggelente rock, illetve lesznek-e sztárvendégek, mint például Dombi. Köszi. Nem lesz, viszont akkor lesz állásom. Egy darabig legalábbis. És jöhet a Dombi hozzánk. Igen. Dombi jövő hét kedden benéz. Elhívtuk, szeretjük, ő is szeret minket, úgyhogy jönni fog. Kedves Feri és Jani, későn csatlakoztam az adáshoz. Tényleg élőben vagytok? Csak őszintén, Anna. A válasz? Mi van? Jani, a lexikális tudásod folyamatos tanulás eredménye, vagy a széleskörű érdeklődés folyamán tapadt rád? Pusz Marci. Nem, szimplán blöfölgetek, és néha bejön. Gyerekek, ez zseniális kérdés, de már maga a megfogalmazás is. Marci, köszönöm, ez annyira szép, annyira szép. Jani, miért akarsz körmondatokba beszélni, ha három szót sem tudsz összefüggően összerakni? Azért, mert szeretem a kihívásokat. Így van, dolgozik rajta nagyon hosszú évek óta, és egyszer majd meg fogja tudni csinálni ezzel a magyar talán mondattal. Egyre kevesebben hisznek benne, de én még mindig. Janitól szeretném megkérdezni, hogy olyan sokszor emlegeted a Slayert. Elmész-e a magyarországi koncertre? Szerintem igen. Idén megnézem őket. Sopronban fognak fellépni. Nem. Egy fesztiválon. Igen? Uh-huh. Sopron, messze van neked az. Ja nem, Sopron. Ja tényleg, nem, most nincsen Balázs, nem kell nagyon ragaszkodnunk a sztereotípiákhoz, de el tudok menni Sopron. Ja, és egyedül is, ha akarok. Nem a részletek érdekelnek, de a havi jövedelmetek, vagy egy része függ a hallgatottságtól. Laci a könyvelő. Ez hogy? Laci, de ez nem te Laci vagy? Te írtad? Nem a mi Lacink írta. Tehát, hogy van-e sikerdíjunk? Igen, ezt kérdezik, nincs. Egyébként elcsesztük, mert nincs. Úgy kellett volna megkötni a szerződést. Persze. Hogyha most így megnézem a 2.8-as hallgatottsági adatot, arra azért lehetett volna kérni valamit. Persze, meg hogyha ez így lenne, akkor mindenkinél így lenne a rádióban, de akkor mi lenne, érted? Sunny Roland fizetne. Bocs, Roli! Kedves Feri és Jani, nekem az lenne a kérdésem, nem rossz indulatúlag, hogy a páratoknak mi a foglalkozása. Köszi, Vikó. De Vikó, én abszolút nem ér, ha nem írod bele, hogy nem rossz indulatúlag, én akkor sem éreztem volna benne a rossz indulatot, de nem válaszolunk rá. De az én párom most jelen pillanatban ruha tervező és gyártó kisiparos. Az enyém kukázik. De az őszintén. Persze, de őszintén. És tényleg az lenne. Az én feleségem a könyvtáros. A Mónika az azt csinálná. Igen. Azt csinál, mert ő szereti abból azt. Én mindenki, amiből tud, nem? Egyébként Nyugat-Európában nagyon sokan választják ezt az utat, hogy képzitek el, hogy nagy bevásárlóközpontoknál, amikor lejár a valaminek a szavatosság, az aznap kiteszik. De az még koránt sem rossz az az élelmiszer, és nagyon sokan úgy élnek környezetudatos szempontból, hogy oda megy a kirakós időpontra, és ő átnézi azt, és azt mondja, hogy ennek a sajtnak már lejárt a szavatossága, azt meg tudjuk, hogy a sajt az azért ez egy ilyen viszonylag rugalmasan kezelhető élelmiszer ebből a szempontból, és hazaviszi, és aznap azt eszik. Hát most
most nyilván ennek van egy olyan olvasata, hogy a kukából eszik a család, fú, az milyen dolog. De egyébként úgy, meg, és egyébként meg semmi baja nincs. Semmi baja nincs az égvilágon, ugye nagyon sok hiper is él ezzel a gyakorlattal, vagy legalábbis egy-két évvel ezelőtt még élt. Nekem volt egy kedves ismerősöm, aki egy ilyen nagy hiperben dolgozott, és mondta, hogy náluk például a felvágottad meg a szalámét, hogyha lejár a szavatosság, akkor úgy kell kidobni, hogy össze-vissza vagdossák. Hogy nehogy elvigyék. Hogy nehogy elvigyék, és mondjuk adott esetben újra feldolgozzák, vagy mondjuk újra elkezdik árusítani. Igen. Azt mondjuk értem, azt a részét. Azt a részét, igen. Azt nem értem, hogy erre például miért nincs egy rendes szabályzás, hogy, hogy például mondjuk a Mekiben vagy a Burger Kingben is, hogyha megsütnek valami hamburgert, akkor az egy óráig, nem tudom a pontos időpontot, de egy óráig adhatod el. Utána annak semmi baja nincs, és nem csinálhatja azt, hogy mondjuk elviszi egy iskolának egy óra utána legyártott 50 hamburgert, vagy kirakja, és hajléktalan elveszi. Főleg annak tükrében, hogy nemrégiben láttam az interneten egy olyan fotót, ami egy nem tudom, egy sajtburger menüről készült, aminek még 3-4 év után se volt semmi baja. Tehát, hogy nem? Igen, az ők ott megint túlcsúszott. Feri, ha Balázs azt mondaná, hogy legyantáztatja magát mindenhol, visszaszoknál a cigire? Már csak a felvetésre is kimennék rágyújtani. Megnézném csupaszon a főnököt. Félek szemöldök nélkül. Milyen így dolgoznotok, hogy a nagydumás altató orvos... nincs veletek. Nagy Dunás altató orvos. Nem hiányzik nektek, István. De kicsit, de majd csütörtökön jön. Anna, légy szíves, gyere be, mert neked is van egy kérdés, jó? A nap hallgatója ajándékcsomagokat mennyi idő után külditek? 5 hete nyertem kb. Mikor várhatom? Csaba. Tessék, Anna. Mindenkinek el szoktam mondani, jó napot kívánok, hogy amikor felírom az adatait, elindult egy új év, és sajnos, vagy nem sajnos, a rádiónak szerződnie kellett más céggel, és ez a szerződés most valósult meg, és mondtam a hallgatóknak, hogy türelmet kérek, lehet, hogy kicsit tovább fog tartani. De aki kiviszi, az a másik cég? Az a cég, aki eljuttatja. Jó, tehát van ajándékunk? Persze, a lista elment a raktárba, ott vannak kint, és most már remélem, hogy elindul végre a kézbesítés, tehát, hogy nyugi, menni fog. Aha, ja. Bizony, sokszor sokan kérdezik, sajnos. Nem rajtunk múlik. Nem. Ráadásul ők ugye azt hiszem, hogy nem egyenként küldik ki, hanem ők is mindig megvárnak egy kontingens, és akkor egyszerre küldenek ki X csomagot. Így van. De hát remélem most már menni fognak. Tehát a listák eljutnak A-ból B-be, ajándék is remélem oda kerül. Jó, maradj még, mert van neked még egy kérdés. Miért kamuzol? Nem kamuzok, de nyugodtan behívom lányokat, és nem kamuzok, nem, tényleg így van. De egyébként elmondtam nekik, amikor fölém az adatokat. Hát jó, csak valószínűleg elfelejtette, türelmetlenül várja. Igen, már, tudod, tehát nem volt rossz indulatú a kérdés írója, Csaba csak érdeklő. Uh-huh. Jó, jól van, Csaba, nyugi, menni fog, ígérem. Semmi gond nem lesz. Sziasztok, Jani! Szerinted ki a jobb, Paksi vagy Kalapács? Nálunk a második liter bor után örök vita. És hogy van-e jobb metalgitáros Weiss kicsinél? Hát én azt gondolom, hogy a Józsi, tehát Józsi mindenek felett, én a magyar metált azt Józsival szerettem meg a Pokolgép zenekar azzal a kislemezzel, talán az első Pokolgép kislemez volt, és a Maszk és a Sátán című számok voltak rajta. Szerintem Józsi a valaha volt legjobb metal énekes Magyarországon. Hát, hogy van-e jobb metalgitáros kicsinél, szerintem van, igen, tehát, hogy igen, a zenekaron belül például Lajcsi is jobb nála. Nem mondhatom, hogy ő a legjobb gitáros, amikor a Dokken a kedvence. Aha. Érted? Így nehéz. Lajcsinak meg vagy hívja, meg a Maiden, úgyhogy ennyi. No, szerintem mindent megválaszoltunk, amire időnk volt, mert játszanunk kell még, ugye egy hármas ugrást, ezzel folytatjuk. Jövő hét pénteken is lesz majd ugyanilyen rovatunk, úgyhogy gyűjthetitek a kérdéseket, jöhetnek majd, és akkor ugyanígy őszintén kicsit hosszabban fogunk válaszolni, mert a főnök itt van akkor. De így viszont hasznosak voltunk, tehát sokra válaszoltunk röviden. Jó, hármas ugrás következik. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Péter, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Mi a helyzet a Dunaföldvári autójavításban? Nem, sok minden, meg vagyunk. Meg vagyunk, meló van? Ja, így van. Most nincs annyi, de éppen most ráérek. Nagyon jó, akkor így viszont van lehetőséged játszani. Jani állította össze a kérdéseket, amelyek szerintem habkönnyűek péntekre vonatkozólag, vagy nem? Az nagyon jó. De szerintem könnyűek. Jó, akkor... Majd egy picit segítünk is, hogyha nem megy, jó? Oké. Okay. Na, azt mondja, hogy... Pasztartóért, hogy nevezik magyarul a Blackjack nevű kártyajátékot? Nagyon könnyű. Egy szám. 21. Úgy van. Na. Úgy van, segített valaki, vagy séróból ment?
Hát segített a kollégám. Jól van, nem baj, semmi gond nincsen. Következő kérdés, baseball sapka. Nagyon figyelj, melyik európai fővárosról kapta a nevét egy kifli alakú dióval vagy mákkal töltött édes péksütemény? Lesz a tagadhatnám a kérdést. Lehozzuk már be a hobbinkat. Pozsony. Jó? Úgy van, pozsonyi kifli. A pozsonyi kifli. Ennyire rendben van. Jó. Utolsó, akartok-e tovább menni? Ez ugye a fődi, a legnagyobb, most óra van, azt hiszem, ugye? Igen. Óránk van? Óránk igen. Van a harmadik kérdésére, ez egy nagyon pöpec, konzervdoboz alakú, ugyanúgy föl kell tépni, föl lehet ragasztani, mágneses, ki lehet támasztani. Nagyon csecse, nagyon cuki, nagyon faja. Viszont nehéz a kérdés érte. Na mi legyen? Csináljuk, egyszer élünk. Így is van. Figyeljetek mindannyian. Melyik mozifilm sorozathoz köthető androidok vagy mesterséges személyek? Ash, Bishop és David. Ash. Bishop, hát David. Ezt még én is tudom, azt hiszem. Nagyon-nagyon-nagyon fog szaragodni magadra. Biztos, hogy az egyiket láttad ebből a mozifilm sorozatból. 100% Ash, Bishop és David. Star Wars? Nem, ezek az Alien filmek. Hát az Alien. Hát Bishop. Hát jó, nem tudtam. A nyolcadik utas a halál. Ash ugye az Alienben, a nyolcadik utas a halálba szerepelt, Bishop a bolygó neve halálba, David pedig a legutóbbi Prometheusba. Aha. Hát jó, sajnálom. Mi is sajnáljuk, viszont bummozhatsz. Jó. Jó, szedjétek össze magatokat, egy igazi jó autószerelősen, keményen odavágós. De egy olyat, hogy lecsúszson a varból az állványról. Na, figyelj, indítjuk az ajándékokat. Bum! Hey! De hegyke. Hát Péter. Sajnos ez most nem jött össze. Semmi. Hát nem baj. Pedig kicsit bíztunk benne, hogy megengedő lesz a szoftver így pénteken, hogy egész héten nem voltunk, és akkor most odaadja, de nem adta. Nem hát adta. Jó, azért köszönöm. Sajnáljuk, de legalább beszéltünk és játszottunk. Nagyon kellemes hétvégét nektek. Nektek is. Hello. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hétfőre állítok a szoftverem. Esküszöm, jó, hogy legyen kedvesebb most, hogy így ketten vagyunk. 3 percen múlt el 9:30, mindjárt jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. 5 perc múlva lesz 9:45. Kálai Sanders Band. Most már így hívják őket, mert nem egyedül van a fiú. Fiatal ember, de tök jó. Én is erre következtetem egyébként a bandon. Igen, hogy mindjárt szemét vagy. Hát nem az, hanem hogy színpad, érted, hogy úgy jobb bandába nyomulni. Na, ha éppen nem verekszik, elég jó számokat csinál ez a fiú. Ez se hallgatói SMS. Megmutatjuk a nap legjobb pillanatait. Volt egy disznóvágásos témánk, amely ugye arról szólt, hogy 7 pontban egy internetes portál összeszedte, hogy mik a veszélyei a disznóvágásnak. Hát mi rájöttünk, hogy ennél sokkal több veszélye van, mint 7, de a 7 is nagyon fontos volt, úgyhogy Tóth Lajost, a Kevi Böllér Fesztivál főszervezőjét, és egyébként hivatásos Böllért fölkértük arra, hogy segítsen nekünk megcáfolni, vagy megerősíteni azokat a pletykákat, amelyek a böllérkedéssel, meg a disznótorokkal kapcsolatosan felmerülnek. És utána maradtunk evés vonalon, mert Mautner Zsófi volt a vendégünk, aki Tájvanon járt, ugyanis a magyar konyháról szóló könyvét ott is kiadták. És az ottaniak imádják ezt a könyvet. Hozott nekünk néhány csemegét, ha most Janit nem halljátok, az azért van, mert visszarohant a desszertekhez, annyira finomakat hozott a Zsófi. Igen, éppen mondani akartam, hogy még a Zsófinak az aurája még mindig belengi a stúdió. Maradtak az illatok, de nem a Zsófinak, hanem az ételnek. Ezeket a pillanatokat megmutatjuk újra. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 percen múlt el 9:45. Csabi, hát szeva! Szia Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Azért ne csináljátok úgy, mintha én lettem volna Szabin. Nem vagy, miért csinálnád? Ja, hogy csak úgy simán örülsz nekem, jól van akkor. Most ez baj? Ne, nekem nem most baj. Most tényleg baj, hogy az ember a kollégájának, egykori barátjának... Egykori? Aki, ja, akarom mondani, miért hogy a, érted? Hogy merre jártatok? Volt valami ilyen kirándulás? Jaj, nagyon jó erre. Volt. Jani a beteg gyerekkel igen, ott van. Orvosig el, orvostól el, orvosig vissza. Haza, megint. Jaj, de jó volt. Istenem. Hát mennyire jó ez, hogy szabadság alatt jön ez, érted? És nem a munka mellett kell még azon aggódni. Hát félig tele van a pohár. Na, ennyi.
Csodálatos. Na, így kell gondolkodni. Egy te szép gondolat. Ha most majdnem mondtam, hogy akkor legyenek a te gyerekek egy beteg. Így is van, amikor Szabin lesz, akkor de hát most miért átadik azoknak a gyönyörű fiúknak? De én sose vagyok Szabin, tudjátok. Ja, tényleg. Te aljadék. Egyébként ez is marha érdekes dolog, mindig jönnek ezzel a Szabival. Mi pontosan ugyanannyi szabadságot veszünk ki, amennyit kivehetünk jog szerint. Tehát, hogy se kevesebbet, se többet. Mi nem voltunk még olyan, hogy fizetés nélkül szabadság, csak azért, mert olyan kedvünk volt. Annyit veszünk ki, amennyink van, sőt, általában annyit sem. Na tessék, látod, itt a válasz. Hát nem hős, csak korrektül elmondját. Megértettem a lényegét. Azért rugdossanak, mert mi Szabin vagyunk. Nyilván más a mi szabadságunk, mert a hallgatók milliói hiányolnak bennünket, mint mondjuk, amikor egy asztalos elmet szabadság. Téged is összesen az elmúlt 20 évben. Na, egy kis simogatást csak kaptál. Képzeljétek, de jövő héten egyébként nem fogunk találkozni, tehát hiányozni fogok nektek, csak hangban fogtok engem hallani, ugyanis turnéra indulok. Te egyedül? Hát viszek magammal egy kisebb stábot, de hogy végiglátogatjuk azt az áruház láncot, ami 25 éves Magyarországon, és ennek megfelelően... És páran lesznek az eseményben, reméljük, ugye? Hogy 25 darab 25 ezer forintos ajándékcsomagot fogunk kiosztani, tehát minden órában lehet nyerni 25 ezer forint értékű vásárlási utalványt, és nem csak a helyszínieknek, tehát ez benne a lényege, szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak azok, akik eljönnek Nyíregyházára, Egerbe, Fehérvárra, vagy Győrbe, vagy esetleg a pesti állomásra, hanem telefonon is lehet játszani, sőt, majd összemérjük az erejüket, vagy a tudásukat a telefonos, illetőleg a helyszínen jelentkező játékosoknak. Remélem. És óránként 25 ezer forint. Remélem, hogy jó szállodákban foglaltak nektek szobát, és nem kell majd spártai körülmények között laknatok. Jó lesz nagyon. Várj, ezeket felírom, mert ezeket használom. Nagyon szépen, jó? Jó. Köszönöm szépen. Úgyhogy várom a hallgatókat. Lesz a játék? Nem, vásárlós lesz. Viszek magammal minden órában egy virtuális kosárkát, amit telerakok áruval, és majd azt meg kell tippelni, hogy annak mennyi az ára. Elmondom, hogy mi van a kosárban. És akkor, hogy na, azok, akik rendszeresen járnak boltba, értelemszerűen előnyben vannak, akik ismerik az árakat, és gyorsan osztanak, szoroznak, összeadják, és azt mondják, hogy akkor ez nem tudom, 2000 forint. És aki jobban tippel, vagy aki esetleg kajakra meg tudja mondani, hogy mennyi, az megnyeri a 25 ezer forintot. És pártatlanul fogsz dönteni, ugye? A játékosok között. Hogy lesz. Mindig. Az de a rá következő héten már visszatérsz a tűzhelyhez, a Spar Healthhez, nem ugye? Jaj, de jók vagytok. Na, szóval Nyíregyházán kezdesz, ugye? Igen. Jó, hétfőn Nyíregyháza, kedden Eger, aztán szerdán megyünk Fehérvárra, és csütörtökön Győr, és végül de Budapest, az a Budapest ott a nyugati téren. Jó, de ezt mindig mondjuk a reklámblokkban, hogy hol. Igen, meg majd szeretnék azért mindig bejelentkezni hozzátok, ha lesz rá. Természetesen. Hely meg idő egy kicsit. Tudod, hogy alig. De azért a Spár kérdést ma is fogsz majd teljesíteni, nem? Milyen zenék lesznek a mai műsorban? Már most mondjam, a naphallgatója meg a recept előtt. Hát most péntek van, basszus. Ja, tényleg. Hívjuk a naphallgatóját, köszönjük szépen. De van zeném, nem azért húzom az időt, csak hát ez ilyenkor nincs. Amikor itt a főnökötök, akkor mindig fordítva van. Hogy... Hát ő más, ő profi, mi csak itt nem élem, tudod, az ő farvizén. Még jó, hogy itt vagyok. Hogy? Valami jó zöldség. Spárga krémleves. Milyen tessék? Miért így? Morning show. Miért így? Oh, a morning show. Szia, jó reggelt. Hát, annyira örültünk volna, hogy a hét egyetlen munkanapján számunkra arra tudtunk volna adni egy ajándékcsomagot, de hát így nem fog menni. Semmi gond. Máj, Istenem. Rákerestem a bolyhos tőgyre. Fel az ízlésedbe. Jani, nem érted? Hát az ugye nem feltétele annak, hogy az ember naphallgatója legyen. Nem írtad alá, mi a keresztneved? Miki. Miki, ennyi múlott, hogy veszed fel a telefon. Nem tudom, hogy van-e plusz ajándékunk. Ha van, akkor az mind a tiéd. Na, azt meghallgathatod majd. Nagyon jó dolgokat kapsz. Hát sajnos ugye a Morning Show-s relik. Nem baj, legalább hallhatom Anna hangját. Ja, tényleg, ahogy visszahív téged. Van. De van igényed erre? Persze. Ja. Hát többet ér, mint az ajándékcsomag. Párszor van ilyen, hogy nem veszik fel a hallgatót. Igen. Köszönjük annak, köszönjük szépen, és köszönjük, gratulálunk, szia! Köszönöm, sziasztok!
Szia, jó étvégét. Ahogy lapozgattam így az emlékeim között, és pár receptötlet eszembe jutott, amire el lehet menni például ide is bevásárolni, akkor arra gondoltam, hogy régen volt már tészta, ami egyszerű, ami aranyos, ami nagyon finom, és mégis az egészség felé próbál tendálni, abból a szempontból, hogy a magyar halfogyasztási szokásokat próbáljuk megdobni irgalmatlanul, nyilván nem fog menni, mert a magyar csak karácsonykor eszik halad, de akkor is egyre kevesebbet. Nem baj, azért ez egy nagyon jó halas, tejszínes spagetti a mai recept, aminek a képe már és a receptje is fönt nagyon van. Nagyon jól hangzik. Honnan tudod? Láttam a képet. Az nekünk már elég, úgyhogy ez már fönt van a Facebookunkon. Csabi, mi a zene? Most hozom nektek az a fiatal ember, akit annak idején a társai úgy vittek fel a színpadra, mert hogy nem volt mindig józan, de aztán eladták, hogy ez is a show része. És hosszú-hosszú idő után úgy döntött, hogy most készít szóló lemezt, persze a zenekarát nem hagyta ott, zseniális, most egy kicsit ilyen country-rockos vonalon utazik, ő amerikai, kérlek szépen, az Steven Tylernek hívják, az Aerosmith énekesének. Red, White and New című dala, egyszerűen két hete folyamatosan a lejátszomban az van, mert nagyon jó, és úgy döntöttem, hogy akkor most a hallgatóknak is megmutatom. Jó, de ha ők mást akarnak kérni, akkor azt megtehetik a 06155-55-00-as számot. Nagyon szép hétvégét mindannyiótoknak, mi hétfőn jövünk a Janival. Így van, szavazatok a bolyhos tölgyre, illetve a molyhos tölgyre. Szevasz! Sziasztok! Hello, hello! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és